kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Hello. Olyan náthás vagyok, és annyira beteg. Na jó, nem, azért annyira nem. Nem tudom eldönteni, most allergia vagy nem. Ha allergia, akkor nincs baj. Ha nem allergia, akkor nagy baj van. Szerintem ez egy ilyen akut, valamilyen ornyák a hárti dolog nálad. Igen. Aha. Így már régóta figyeled azért akut, hogy... Begyulladt ornyák a hárti. Igen, igen. Igen, valamiféle ilyen dolog lehet. Szerintem ez nem betegség. Ez nem betegség, egyszerűen valahogy akuttá vált nálad ez a dolog, van olyanokból kifolyólag. Én ezt magamon is érzem időnként, ennek semmi köze nincsen semmi betegséghez. Nem a beteg lennék, tehát ne lázas, mint amikor nem jöttem volna be. Tudjátok, én nagy ilyen. Világos. Annak a híve vagyok, hogy ne. De hogy nem tudom, keveset aludtam, meg nagyon náthás vagyok. Szerintem ez inkább ez. Inkább ez? Igen, valahogy szerintem a probléma? Igen, a kialvatlanság így jön ki rajtad. Nem vagy eléggé kipihenve, és akkor így jön ki rajtad. Nem jó részletben. Ez a leggyengébb láncem a szervezetedben, és akkor itt jelez a szervezet, hogy picit többet kellene pihenni. De egyébként semmi extra. Befújtálnánk valamit az orrába. Mit, benzin? Nem tudom. Mit te hozzak ki? Valami találjátok. Egy öngyújtó, egy hajlag kérdez, és kifújunk mindent az orrodból. Mondjuk az... Mi kiégetjük. Aludtejet. Aludtejet, önts bele az orrodba, hát ha. A tengervízről azért jobbakat hallottam, de aztán fel eset, ugye lehet, hogy az aludtej is jó. Ez dobozos aludtej. Nagyon meg, egy liter? Nem, már tegnap megittem a felé. Ja. Beraktam a hűtőbe, és akkor ma kivettem. Én meg azt hittem, hogy zacskós. Nem nagyon láttam ilyet boltokban, hogy aludtejet árulnának, meg kefirt igen, meg kaukázusi, meg minden ilyet igen, de aludtejet nem nagyon. Érdekes egyébként. De erdélyi aludtej. Vagy erdei. Tegnap kiszaladtál érte. Nem, bementem egy ilyen kis kulináris jellegű boltba, ott ahol lakom, és akkor ott volt, aztán rácsaptam. Jó. Hát tök jó, egészséges. Jó. Jobb lenne, ha üvegben lenne, de így is jó. Most hát, csak az üveget kidobod, na most. Meg visszahordani, összetörik? Nem törik. A termék minősége szempontjából lenne jobb az üveg. Miért a műanyagot nem szereti az aludtej? Hát nem, tehát hogy még bármi van műanyagban, az mindegy kényszerpálya. Aha. Az üveg az ezerszer jobb. Igen. Na mindegy, gyerekek, ki látta a focit? Gondolom egyikünk sem. De, én néztem. Komolyan? Néztem, igen, mert... Hányadik gólnál aludtál el? Nem, abszolút nem, mert hogy fölmentem ugye még a netre, mindig lefekvés, hogy megnézegetem, hogy a másnapi beköszönőhöz legyen elég munícióm, és hát láttam, hogy nagy a baj. Na, mondom, akkor ezt be kell kapcsolni. Hát akármennyire is szeretem, vagy nem szeretem a focit, érdeklődök, vagy nem érdeklődök, ez iránt a sport iránt, hát mondom, ez egy történelmi léptékű pofon lesz, a brazil válogatottnak, mondom, oda kell kapcsolnom, oda kapcsoltam, aztán azért még sikerült belefutnom egy 3 gólocskába. Gyerek. Kire fogadtál volna? Én hát akire te nem, te nyilván a németekre fogadtál volna, mert okos vagy, én meg akkor az argentinokra. Én a németekre. Hát persze, de az argentinok még nem jártak. Vagy a braziloknak. Akkor biztos, jutott. Hogy elbuktad. Azért a braziloknak. Jó, akkor ma este ne felejtjük el majd. Jó, ma igen. Van a hollanda argentin. Argentin. Mondjuk nekem egyértelmű. Hogy az argentin. Nem, olyan holland, tehát hogy a holland aréna, holland drukker vagyok, akkor aha. Inkább. Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy mennyire vagyok hülye, hogyha az argentinokra fogadok egyáltalán. Hát figyelj, elődöntő, tehát hogy itt már nem tudsz hülye lenni. Hát a két legjobb csapat találkozik. A tegnap esti, aki a brazilok. Nem, ez nem volt benne. Ez ilyen 2-1-es német győzelem volt igen. Benne. Igen, ekkora nem. Egy-null, de ekkora nem. Viszont... Hogy ennyire hiányozzon Neymar. Ha hát szerintem ő most már örül, eddig sírdogált, hogy nincs ott, meg minden, most pedig úgy fekszik a kórházán, és jó, na ebből nem baj, hogy ő most kimaradt szerintem. Viszont van valaki, aki többet kapott VB-n, mint mi, úgyhogy ezek után már lehet erre fogni, hogy jó, oké, na jó, kaptunk egy 6-os 86-ba. Na de nézd meg a brazilokat. Na nézd meg a brazilokat. Hát na hol vannak azok hozzánk képest? Még a becsületgólyok is egy német védelmi hibából esett. Tehát ezzel tulajdonképpen a brazil válogatott beforrasztotta azt a lyukat a magyar foci sebén, amire mi 20 éve támaszkodunk. Végre az nem a, mindenki az a bizonyos 6-0. Milyen 6-0? Nézd meg a brazilokat. 7-1.
papa, hát itt nincs itt. És voltak világbajnokik is. Érte, ennél nagyobb zakó. Akkor úgy, innentől most már megyünk föl a fociban? Igen. Szerintem olyan önbizalmat ad a magyaroknak is. Jó. Szerintem ennek még a Kipri, meg a Diesel is örült, aki ott volt 1986-ban Mexikóban. Mert hogy ez végre betapasztja azt a sebet a magyar futball egén, ami azóta ott átog, mint egy kiukat ózoljuk, de ezzel most ez a traumatikus pont, ez eltűnt. Mondjuk én azt gondolom, hogy egy világbajnoki elődöntőben azért mi kiegyeznénk azzal, hogy kapjunk egy hetest, és csak egyet tudjunk rúgni. Csak jussunk el ma odáig. Csak egy elődöntő. Gyerekek, ezt senki nem prognosztizálta. Tehát ez se egy kommentár, se egy szaklapíró, se egy újságíró, ez valami akkora, nem tudom, blama a braziloknak, ráadásul ugye hát azért majdnem, hanem ráadásul otthon, tudod, hát úristen. Nagyon kemény. Hát ez nagyon kemény. Hát és durva volt, lehetett látni ugye a lelátókon a brazil drukkereknek, egyszerűen lefagytak, nem tudtak értelmezni ezt a mennyiségű gólt, amit kaptak. Az egyébként nagyon egységes és nagyon erős is. Azért bajukban őszintén egy picit azért szerencsés német válogatottól is, mert valahogy nekik most minden bejött. Áll az ászol. És még azt is mondták egyébként, hogy ugye ha eljutnak ideg a brazilok, akkor nekik fog lejteni egy kicsit a pálya. Igen, hogy ugye sokan féltek ettől. Igen, hát itt nem tudott, mert ugye így áll a brazil kapu felé. Én nem tudom, valaha kapott-e már a brazil. Volt, nem tudok lejteni. Brazil válogatott, kapott-e már valaha ekkora zakót? Nem, ez minden idők legnagyobb veresége. Ugye, hogy ennyit még soha? Ennyit. A legszebb mondat, az tegnap a meccs. Talán először, amikor bedobták közéjük a labdát. Ja, akkor. A legszebb mondatot nálunk sokan nézték a velencei tópartján, mi nem néztük, csak ültünk kint a teraszon, és a legszebb mondat, amikor ezek szegények berúgták azt az egy gólt, valaki fölüvöltött, de úgy, hogy szerintem egész Velence hallotta, van remény! Aha. És akkor mennyi volt? Hát akkor nem tudom, 5-1 volt, vagy nem tudom, hol rúgták be az egy gólt. Igen, hajrá! Nem, csak az már második fél idő vége volt, szerintem akkor már meg volt a hetes. Na, akkor meg volt a hetes, 7-1? Igen. Na, mekkor hangzott el valakitől, van remény! Mondjuk én szeretem az ilyen típus hozzáállást. Az jó volt, van remény. Hát tesszük, és ugye Klose is mennybe ment, gyakorlatilag ő lett az a játékos, és ráadásul Ronaldótól vette át ezt a címet, aki a világbajnokságú történetében a legtöbb gólt rúgta. Sokat? 16. 16-ot? És most többet rúgott? Ez lett most a 16-odik. Ezen a meccsen, amit igen, berúgta, és hát hogyha a döntőben még sikerül neki begyötörni egyet, akkor... Akkor már csúcs. Akkor, nem, így is csúcs már, csak akkor aztán még durvább lesz. Nagyon komoly. Nagyon komoly, úgyhogy mindenféle tekintetben nekik állt az ászló. Szövetségi kapitányos is csinál, megvárja még a bronz meccset. Szkolári, pedig nagy koponya a csávó. Meg most ilyenkor mire gondolsz? Idáig elvitte a csapatot, hát mentek a brazilok, mint úgy fociztak, hogy öröm volt nézni. És most volt valami. Én nagyon bírom azt a palit. Valami történt most velük, ugye nyilván ennyire nem lehetett rossz egyik napról a másikra a brazil válogatott, akkor most mit csinál a csávó? Azt mondja, hogy gyerekek közt, bocs, hello. Hát nem tudom, hogy neki ott most milyen a helyzete. Nem, én abban sem biztos, hogy ő ezért lemond. Tehát, hogy... Aha. Azt sem tudom, hogy a brazil temperamentum miért ilyenkor fejeket kullana. Hát szerintem hát, ezek... Azt mondták a szakértők, hogy... Szkolarinak annyi? Igen, hogy ott ezért ők nem sokat szoktak viccelgetni, hogyha valaki mondjuk egy ilyen léptékűvel, eddig még nem volt ilyen egyébként, aha, de ha valaki valami hasonló zakóba belefut, azért az általában el is köszön, vagy elköszöntetik. Aha. Hát szóval át kell műtesse magát a csávó, hogy az utcán ne lincseljék meg, azt tuti. Pedig nem tudom, mennyire tehet róla erről a dologról, mert eddig meg mentek a fiúk, nem? Hmm. Tehát ha idáig eljutsz, akkor eddig jó. Hát igen, nem volt állítólag akkora henger, semmelyik korábbi meccsen sem. Ki volt nálunk 80-a mezei? Során, igen. Hát hívja fel a Szkolári a mezeit. Milyen? Mit kell ilyenkor mondani? Mit kell csinálni? Figyelj, hát, hogyha a 86-os világbajnokságra... Ha indulunk ki, akkor gratuláljon a mezeinek. Igen, a 86-os világbajnokságra most kis túlzás, ami nem az, hogy esélyesként jutottunk ki, de hogy megvertük előtte pont a brazilokat. Meg nem tudom, barátságos meccset, de úgy jutottunk ki a 86-os VB-re, hogy ott hülyére vertünk mindenkit. Igen, jó. Nagyon. Nem az volt, hogy VB esélyesek vagyunk, de a felhozó meccseken, a csoportmeccseken, a barátságos meccseken mi ilyen csapatokat győztünk le, mint Brazília, meg ilyenek. De a barátságos meccs az attól barátságos, hogy előzékenyek is. Na, rúgjatok még egyet. Igen, fiúk. Nektek jó, hogy a statisztikám. Tehát oda mi azért úgy jutottunk ki, hogy a nagyon jó magyar válogatott. Azért volt ez ekkora trauma. Tehát nem éppen, hogy csak összekapartuk, kijutottuk, és akkor azért, hanem úgy jutottunk ki, hogy na most aztán húda. Aztán egy hatocska, meg még valami, aztán jöttünk is haza. Aha. De azért volt ekkora trauma. Úgyhogy, hát nem tudom, kemény, nem láttam, én nem tudok már 10 meccset nézni, én nem is értem, miért kezdődik ez ilyen későn.
Még reggel olvasom, nem bírok 10-ig fennmaradni. Mert akkor fölhúzod magad, elkezdesz pörögni, egyszer csak éjfél van, nem? Akkor még ott agyalsz rajta, hogy volt ez a hét egy... Igen. Nem, én mondtam, hogy mondom, elcsípem még a második fél időt, mondom, ezt. Tényleg bírtad? Persze, hát hogyha mondom, hogyha ha idáig egy ötöske már megvan, akkor mondom, itt még lesz több, és nekem ezt látnom kell. Úgyhogy, hát is tényleg zavarodott is volt. Azért csoda. A brazil csapat. És a németeknek gyakorlatilag minden összejött. A német kapus egy picit pipa volt, amiatt az egy miatt. Látszott rajta, hogy így szerette volna kihúzni. Kapott gól nélkül a meccset. És hát egy német védelmi hibának a következtében kapta be azt az egyet is. De akkor nem tehet róla szegény. Nem, hát hogyha védelmi hiba van, akkor ott már... De tehet be, rossz helyen át. Ja, igaz, a másik oldalon áll, akkor kifogja. Kirúgta az egy gólt a braziloktól. Fogalmam nincs. De ha mondtam volna bárkit is, akkor ez a bejjebb lettél volna fel. Hát figyelj, nekem azt is mondhatod volna, hogy a Kovács, én azt is elhiszem, nekem azt tettek mindegy. Hát nem csak, hogy ő legalább így büszkén, mert ugye az becsület. Nem büszkélkedett vele, érthető okokból. Ilyen nagy kaland nem volt benne. 7-1, Jézusom. Na fogadjunk akkor a maira, én tartom a argentinokat. Na! 10-zel. Elődöntő van. Érted? Na? Hát jó, legyen. Akkor Hollandia. Akkor Hollandia. Istenem, szerintem a hollandok megverik az argentinokat. Szerintem is, tehát nem is értem, hogy miért mondtam ezt a 10-est. Szerintem holland-német döntő lesz, igen. Igen. Ebben most biztos vagyok. Mit ingatod a fejed? Szerinted be argentinok? Argentina? De jó vagy. Ha a Messit meg tudják ott fogni, rátelepednek, legyűrik, megverik. Én az ott játszik? Igen. A hollandoknál. Nálad. Ja, na, argentin? Na, milyen érdekes. Tehát akkor szerintem... Na, és basszus, hogy hete érzem ezt a holland-németet, és nem mondtam be. És meg a mennybe mehettem volna nektek, megírom egy hete, vagy leírom egy borítékot, gyerekek, szerintem holland-német döntő lesz, és ezt megnyerik a németek, mit tudom, 2-1-re. Na, tessék. Most még jósolatok után, nem? Balázs. Hát így most így... Jó, most már így három csapatból már nem olyan... Hogy Jenny vagy meg minden, de ki tényleg a jövőben láttál, de hát ugye nem mondtad, most meg ugye már hát valamennyire egyértelmű, hogy... Hát várj, még az argentinok bejutatnak, és még nyerhetnek az argentinok. De most egy picit nagyobb az esélyed, hogy a jóslat bejön ugye három csapat nem mondtam közül. Ezt előbb. Na mindegy, jó, oké. Jó, na teszek a hollandokra, tartom a hollandokat. Jó? Jó van, kínálj. Mutatok nektek egy fényképet a tegnapi napomról, gyerekek, mert én erre rá akartam kérdezni, ezt mert láttam. Nem akartam itt a meccs miatt ezt elmondani, hogy gyerekek, ez pedig nem, nagyobb léptékű sztori. Nem hiszem, de hát a héted sehol nincs ehhez. Hát figyelj, azért, mert hogy az esély, tehát hogy mennyi volt az esély annak, hogy ezt a képet te meg tud csinálni. Semennyi. Mentem hazafelé az M7-es autópályán tegnap, és találkoztam egy szép kis kék ilyen egyterű járművel, ami nagyon lassan haladt, én 90%-al az autópályán, elmentem mellettem, ahogy láttam, hogy van rajta egy ilyen kézzel összerakott kis felirat, hogy ilyen turnébusz, vagy nem tudom mi volt, turnébusz, elmegyek mellette, befékezek. Adod neki, hogy értelmezze. Aki. Befékezek, kérlek szépen. Befékezek, mondom, ez nem lehet igaz. Nekem nem lehet ekkora. Nem mondom, nekem nem lehet ekkora szerencsém. Nem befékezek a kék turnébusz mögött, lemegyek egy benzinkútra, mert alig akart utolérni, mondom, megvárom, míg elmegy, visszamegyek mögé, és igen, az, amit látsz, az, nem amit látsz. Azt, hogy mennyi esély volt erre? Semennyi. Semennyi. És ott ugye, ül benne? És ő maga az. És integetett, mint a vadállat. Turnébusz. Vézolik. És az oldalára fölragasztva. Hát ezt nem óriási. Hiszem. Óriási. Valami olyan felirattal ráadásul, amit így kivágott valahonnan, vagy kinyomtatott, vagy nem tudom. Turnébusz Vézolik. Ez kis Peugeot kis turnébusszal. Na mondta is ugye, hogy ilyen típusú járművel fog érkezni. Na most én azon kezdtem meg gondolkozni, mert tegnap gyerekek. Ugye kedv volt. Kedv volt tegnap. Uh-huh. És a Balaton felé ment az M7-esen, hogy ő már megy a hogy már beállása volt Füreden? Tehát már szerdán ma már beállás van? Hangbeállás, ami két napig tart? Hát dübörög a show. És ez volt, lehúztam az ablakot, beálltam mellé, ugye fotózás, a mellettem ülő ember fotózott természetesen, akivel együtt mentem, és kiordítottam, hogy Zolika! És szerintem megismert, mert majd kiesett a kis nagyon örült, nagyon annyira örült. Boldog volt a csávó, annyira örült, és mondta, hogy Füreden találkozunk. Úgyhogy ez, nézd, hát szóval nem hittem el, ilyen nincs.
És mondta, hogy Balatonra megy? Hát arra felé ment. Sokat nem beszélgettünk a pályán. Jó, de jön Füredre. De valószínűleg aha, már oda megy. Benéz, nagy megnézi a terepet. Vézolika. De miért nem tett talán egy telefonszámot legalább? Mert hogy Vézolika turnébusz, hát nem lehet felírni Vézolikát. Legalább lett volna egy telefonszám. Igen, egy telefonszám azért nem ártott volna. Műsorrendelés. Vagy bármi, de odaírok már egy telefonszámot. Mert így sem értem, hogy Vézolika turnébusz, mert hogy nem lehet megrendelni. Ő nagyon nagy forma. Nagyon nagy. Szeretni fogom ezt a pénteket. Integet a kis piros izompollójában az egykor divatosnak mondott napszemüvegében. És marhára örül. Nagyon boldog. És mellette vagy egy apró néni, vagy egy gyermek. Ül az autóban. Nem tudom, hogy ki volt. Nem, az szerintem a felesége. Igen? Lehet? Igen, igen. Az a felesége. Ott egy néni kell ül mellette. Egy hölgy, igen. És valaki vagy nagyon magas, vagy valaki nagyon alacsony. Nem, igen. Le van engedve, tudod, ebbe lehet így az ülést állítani. Igen. Magasra, és ő úgy szereti, anyu, a jobb egyen, hogy mélyen ül és hátra dől. Hát, vagy nagyon, egyébként még az is lehet, hogy nagyon-nagyon becsüli ezt a fellépési lehetőséget, és már korábban elindult, hogy nehogy valami közben jöjjön. Ennyi. Igen. Mondom, én is ugyanezt mondom. Csak meg akarja nézni, hogy hol lép föl, honnan tud így beugrani van, a medencébe. Akusztikailag átveszi. Ő biztos vagyok benne, hogy már oda megy Füredre. Lehet, hogy ott van, ha valaki látja a kék turnébuszt, írja meg. Vagy ha tegnap este volt valahol Vézolik a fellépés, akkor azt írjátok. Hogy hova ment. Igen, mert igen. Ez nagyon érdekes lehet, hogy vajon már a mi fellépésünkre a péntekire, vagy előtte is volt valami bulija. Zseniális. Na mindegy, igen. Ez, ennek mennyi az esély, hogy te vele itt találkozzál, tehát ez egy a millióhoz. Pont ott menj, és pont átnézzél, meglásd a feliratot, tehát ez nagyon. És tegnap reggel hívtuk föl, meghívtuk a izére, a pénteki bulira, tehát hogy annyira összeállt a kép. Megyek, mondom, ezt ki turnébusz, hagyjad már ezzel a izével, a kék kis autóval, és hogy mellé álltam, akkor már látom, hogy Vézolika! Jó az volt. Kemény, az kemény. Ne hazudj, az Alfa nem megy anyjával, Zolika vár be téged. Ja, bocsánat, tényleg, de hülye vagyok. Igen, kereken cserélt, és nem azért tudtad. Igen. Na, gyere már, Feri, gyere már. Igen, tulajdonképpen áll a képen az autója. Igen. Na jól van, hogy állunk játékkal? Jó kérdés. 2-0 szerintem nekünk. 2-0? Aha. Igen. Tegnap te voltál hétfőn én. 2 másodperc alatt végezted ki a hallgatót azzal a kérdéssel, hogy akarsz-e kérdezni. Ja tényleg, az nem is emlékeztem, mert olyan rövid volt az egész. Ja igen, megvan. Igen, és a hétfőn meg az utolsó 3 másodperc. Igen, hát ki 2-0-os. Igen, csütörtök érzetem, mert olyan fura, hogy még csak szerda van. Nem? Ez a 2-0 is, mintha már így hónapok óta játszanánk ezt a hetet. Oké, lehet jelentkezni játékra SMS-ben, ha valaki nagyon elszánt, akkor nyugodtan hívjon ki minket játékra. Jó, jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM Morning Show. A Klassz FM-en. 10 perc van pontosan 7 óra. Hm? Jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok, hello. Jó reggelt! Na? Nem halljátok. Na, hogy állunk játékkal? 2-0-ra hasítunk. 2-0-ra megyünk. Te még nem játszottál? Egyet te csináltál, egyet pedig ez a csodálatos férfi itt mellettünk 3 másodperc alatt. Igen. Akkor te voltál az egyetlen, aki még nem játszott. Aki még szűz. Jó, na megnézzük, hogy ki a mai játékos. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Halló, szevasztok! Szia, jó reggel! Hello Zoli, Zoli, honnan jössz minket? Autóba. A városba pacizom. Zoli. Igen, honnan hívsz? Otthonról. Igen. Itt a fővárosban? Igen. A fővárosban. Uh-huh. Jól van. Valami nyikorog is már. Vagy sipol. Gerjed. Minden. Itt most minden történik reggel. Zolikám, kivel szeretné játszani? Veled való. De én játszottam a héten, csak mondom. Mm-hmm. Ráadásul jól emlékszem. Hány ilyen volt már? Kicsit beteg is vagyok ráadásul. Mondjuk figyelj, Balázs, tényleg. Azért akarok veled játszani, hát ha visszavágsz. Már játszottunk?
Ja, hát fekete-fehér? Nem. De teniszbe megütötte. Igen? Azt a mindenit. Hogy röhög? Na jó, majd meghallgatom ezt a történetet. Szerintem a Tarotina voltál, én meg a Zandival. Temesvári Andival? Aha. Ja, jó sok évvel ezelőtt volt valami bemutató meccs, vagy nem tudom, valamit játszottunk, igen. Három vagy négy évvel ezelőtt, igen. Most tényleg azért rugdosod, mert igazi úriember, mert egy nőt nem akart kivégezni melletted? Tényleg? Mert a Tarócival ott álltak, érted, és megbeszélték, hogy szegény Temesvárit, ne bántsuk már, mégiscsak egy csaj. Erre vagy büszke? Hát komolyan mondom. Hát, és érted? Hát de, így legyél úr, látod, neki semmi nem. Azt hallgattam volna, hogy milyen szemetek vagyunk a Tarócival, hogy a Temesvárit, meg egy másik férfit, hogy legyőzünk. Na jó. Hát nem volt ez, hihetek. Jó van, Zoli, na mindjárt elindítjuk az órát, és akkor meglátjuk, jó? Jó. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Mesélj, vagy kérdezz. Na, mikor játszunk egy meccset? Te teniszezel, tényleg? Mhm. De mióta? 25 éve. 20-25 éve, azt említett. Milyen borításon játszol? Salak. Csak salakon? Salakon, meg kemény borításon is. Uh-huh. És párosban inkább, vagy egyéniben mit játszol? Most már a páros a specialitásom. Inkább a páros. Ott kevesebbet kell futni? Persze. Nézed is a teniszt egyébként? Szoktam. Most a Wimbledon nem. Aj, de kár érte! De kár, hogy így alakul. Jaj, hát de tényleg. Ó, de sajnálom. A ne így elment. Tessék? Mondom, a ne már megvolt. Igen, hát, igen. Megvolt az nemnek is. Megvolt, kijött az a nemnek is, igen. Igen. De hát egyébként se beszéltél túl sokat, olyan kis passzív gyanús volt, de így aztán meg még jobban alakult. Nem voltál lelkes nagyon. Igen. Jól van. Hát köszi a játékon. Jó van, köszi, sziasztok. Ciao, hello. Nem az, Zoli. Akkor most egy-egy. Na, Zoli és a közted lévő párharc. Tehát egy tenisz oda, hát, és egy játék ide, illetve hát el kell mondjam, hogy ez 3-0 gyerekek. Bizony. Nagyon szépen játszottatok. Gyönyörű volt, én most már, hogyha hónap sorra kerülnék, veszíthetek is. Ennyi, gyerekek, egy újabb hetet húztunk be. Ennyi, meg is van. Kész. És már szerdára. Jól alakul ez a szerda. Igen, megyünk, nagyon-nagyon-nagyon menetelünk. Jól van. Oké, na, azt mondja, hogy mi van most. Friss közlekedési híreket várunk, abból egy kicsit kevesebb van, jó, úgyhogy küldjétek el, mi a helyzet. És igen, nagyjából ez a legfontosabb. 5 percen pontosan 7 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel. M3-as 193-as kilométerénél mérnek Nyíregyháza felé, üzeni nekünk Gábor. Aztán Túrkevel Mezőtúr között gázolaj folyt az útra, és az esővel korcsoly a pálya lett. Finom. Nem hangzik túl jól. M7-es Budapest Balaton között jóság, helyenként eső, az út trafimentes, Csini küldte. No. M1-es autó... Na jó, most... Na, most már itt. M1-es autópály 80-as kilométernél a hídról mérik a Pest felől érkezőket, és a 90-es kilométernél kamion heverészik az árokban, ezt Paccal küldte nekünk. És az M3-ason a 191-esnél Nyíregyháza felé szintén mérnek, üzeni Móka. Köszönjük szépen.
Na, hát ezek a közlekedési hírek, gyerekek. Hát remélem alakulni fog az időjárás, és pozitív értelemben fog alakulni, mert hogy Balaton a Füreden leszünk, ugye? Pénteken, az Aqua Parkban. És azért... Hát, nehogy Vézolikát elmossa az eső. Hát én nagyon sajnálom. Júj, ne! Mint ahogy Kassa Tibit is, meg a saját kitelepülésünket is. Bár a medencében nem érződik a víz, és szerintem egyébként kifejezetten kellemes dolog. Igen, csak mi a parton esőben. Lesz. Tudod. Mi kevésbé leszünk a vízben. Igen. Vagy hát legalábbis nem azok a típusok vagyunk, akik kitelepülés után felveszik a kis fürdőnadrájukat, és hatalmas seggesek. És hatalmas seggese. Csobbannak. Beköszönnek ott a kitelepülés helyszínén, igen, a medencében. Most mit mond az időjárás péntekre? Rosszat? Jó? 20-at? Hát, ilyen szó-szó, tehát gyakorlatilag ugyanolyan időt, mint amilyen ma van. Oh. Igen. Ez itt a probléma. Nem, egy kicsit már addigra melegedni fog. Én azt olvastam, igen, hogy most már folyamatosan melegszik, elment ez csak a hidegfront. És ilyen záporzivatar, tehát nem egybefüggő, összefüggő esőfelő, hanem jön a nap vissza, meg jön a meleg, és ilyen 24-25 körül, tehát szép idő lesz, szerintem nem lesz gond. Na. Nem lesz gond. Mindegy. Akartam elmenni, most egy nagyon jó kis új mászóhely, az a mászóhely nem annyira új, fel is felhívta arra a figyelmet egyébként, meg a néhány hallgató is elküldt, és nagyon kíváncsi lettem volna rá, mert hogy ez egy kültérű mászóhely, Újpesten a régi cipőgyárnak a helyén, illetve a régi cipőgyár területén van egy nagyon jó kis mászóterem, és ők megcsináltak egy régi gyárkéményt, a cipőgyár kazánházának a kéményét, raktak rá eddig két utat, egy 18 meg egy 25 méterest, és az a kültéri mászóhely, ezt érdemes lett volna megnézni, megmászni. Egyébként, ami késik nem múlik, természetesen az is meg lesz, és hogyha nagyon bejön a kedves mászóknak, akkor meg körbeépítik utakkal az egész kéményt. És azért 25 méter magasra felmászni a város szívében, gyakorlatilag egész Magyarországon nincs ilyen még. Egy, még egy ilyen lehetőség. Jól hangzik, jól is néz ki marhára. És a kazánházba be lehet fűteni, hogy téli mászásra is jó? Hát jó a kérdés, utána fogok kérdezni, Dezső bácsinál a fűtőnél. Kicsit megpakolja, érted, akkor egy ilyen belső melegítés a pályára. Óriási lenne. Gyere, télen is mász nálunk. De oda egy 18 meg egy 25 méter hosszú út, úgyhogy azért az már nem gyenge, és ráadásul egy olyan felületen, ami egyrészt nem hagyományos, másrészt meg, ahogy mondani szokták, szakszóval nagyon kitett, tehát gyakorlatilag olyan, mint hogyha ott a semmiben lógnál. De az jó. Nagyon. És nagyon. Most ki akarod próbálni? Hát kiszerettem volna már ma, de most valószínűleg vízesek a fogások, meg vízesek is lesznek még napközben is többször, úgyhogy sajnos nem tudok elmenni. De majd a jövő héten. Na, itt van ez a lépfene ügy, azért erről szerintem beszéljünk egy kicsit, nem? Lehet, nyugodtan. Már a neve önmagában lépfene, nem? De hogy közben meg hát egy nagyon komoly dologról van szó már, mint ami maga a fertőzést illeti. Hát itt most, hogy hál' Isten nem lehet akkora baj a dologból, azért az mindenképpen szerencsésnek mondható. De hogy tehát több dolog van, amit megint nem értek ebben az ügyben. Igen, most, hogy van járvány van, vagy nincs járvány, nem, például. Mert hogy, járvány hogy ugye, szerintem nincsen. Mert ugye először kiderült egy eset, utána rögtön jött még egy eset, egymástól viszonylag távol, tehát hogy úgy nézett ki, mintha valamit kezdene itt elharapozni az országban, de akkor ezek szerint nincs ilyesmi. Nem, csak ugye megint gyerekek vannak a legvégén. Tehát, hogy engem azért érint sokszor érzékenyen egy ügy, amiben gyerekek vannak, mert hogy általában ők azok, akik ugye semmiről nem tehetnek. És itt az, hogy mi erről beszélünk, annak nem az a cél, hogy pánikot keltsünk, mert nincsen. De nem mondod a hentesnél, hogy ne lépfenéset adjanak? Tessék? Nem ő? Hogy ne lépfenéset adjanak a hentesnél. Jó napot kívánok, kérnék szépen, hogy anyom már, hát 4-5 szelet marra felszálltani, lépfenés legyen, nem? Ja, jó, mert már azt csomagoltuk majdnem. Szóval, hogy azért amikor közétkeztetésbe jut egy olyan hús, ami lépfenés, és állítólag az, aki átvette, az egyébként jó hiszeműen vette át, hát ő papírokat még semmit nem látott, csak azt hitte, hogy látta állatorvos egyébként azt a húst, aha, vagy még élve, vagy már holtan, de inkább élve. Hát de elvárod a tenyésztőtől, nem, hogy az állat egyrészt egészséges legyen, másrészt pedig rendszeresen nézesse meg az állatait állatorvossal. Hát nem is hozhatsz forgalomba úgy nyers húst, hogy nem vizsgálta meg állatorvos, tehát állatorvosi pecséttel vehetsz csak húst. Tehát például elmész a piacra, és akkor bemész a henteshez, mindegyiken rajta van az állatorvosi pecsét minden részen. Tehát veszel egy jó képes csülköt, ott van állatorvosi pecsét van. A marhát elméletileg ugyanúgy meg kell vizsgálni, tehát itt valószínűleg az történt, hogy a termelőtől, mire eljutott a feldolgozóig, ugye az étteremig, ott kiesett az állatorvos úr. Hát kiesett az állatorvos, több cikket lehet olvasni, egyébként azt is írják többen, több internetes portál, hogy ugye észlelték, amikor ezek az állatok megbetegedtek, majd kettőt gyorsan levágtak feketén, és a húst eladták ennek a bizonyos nemzeti étteremnek,
amely egyébként egy közétkeztetési szerződés keretein belül ugye gyerekekkel is hát megetette ezt a húst. Na most hát akkor itt azért erről többen tudtak, mind arról, hogy egyébként hiányoznak bizonyos papírok, mind arról, hogy valami nem stimmel az állatokkal, de mégis eljutott egyébként gyerekekhez, akinek a akik ennek a sornak a végén vannak, semmiről nem tehetnek, és bekerült a lépfelés hús a közétkeztetésbe. Most komoly járvány egyébként nincsen, szerintem isteni csoda, hogy ebből nem lett nagyobb baj, sokakat kezelnek antibiotikummal, van, aki kórházban van, aki már kijött. Ugye akkor felgöngyölítik, hogy ki került kapcsolatba hússal, ki az, aki feldolgozta, ki az, aki fogyaszthatott belőle. De hogy azért ez megdöbbentő. Hát elég. Hogy ez még mindig így megy, hogy ez egy ilyen ország, hogy gyere tesó, itt van 10 kiló, tudod, na jó, Ardi, de na jó, van, betesszük ezt majd, tovább azt majd bevesszük. Hát azért ezeknek nagyon komoly szabályai vannak az állattartásnak, a levágásnak, a forgalmazásnak, az árulásnak, az átvételnek. Tehát, hogy, hát ebben ez a durva szerintem. Mert hogy a lépfel önmagában felbukkanhat. De amikor így bukkan fel, hogy itt emberek sokaságán megy keresztül a dolog, és legalább ketten úgy érintettek benne, hogy tudnak róla, csak megy a himi-humi, azért az nagyon kellemetlen. Hát, ebben az a legdurvább, hogy itt van egy tenyésztő, aki tisztább volt azzal, hogy betegek az állatot, és akkor gyorsan egy kényszervágással megoldott a dolgot, és túladott a húson, aztán mosta a kezei. Igen, de mire gondolt a csávó, amikor ezt, tehát ő tudta azt, hogy lépfenések, vagy csak azt tudta, hogy valami betegség van? Hát... Mert ha még azt is tudta, hogy ez lépfene, akkor van már igazán nagy baj. Mert a vállalkozó ember, aki megvette, az se helyes, de amikor azt mondják, hogy egyébként boltba 1008 tesó itt van neked 1000-ért, az se jó. El és papír tudod... nélkül átveszel valamit. El tudod ezt képzelni, hogy mondjuk van egy állattenyésztő, aki észleli az állatain, hogy nincsen minden rendben velük, és nem hív egy állatorvost, hogy megnézesse őket. Én el? Igen. El tudom képzelni. De állatorvos pénz plusz, ha le kell vágni az állatokat, és nem adhatod el, az rettenet méretű kiesés. De nem is biztos, hogy csak a spórolás, egyszerűen csak a szakértelem hiánya. Ha. Tehát egyszerűen csak az, hogy elhullott, jó, hát akkor még a beteg kicsit döglődik, levághatjuk még valami le belőle. Jó lesz az, Marika, bevágjuk a kuktába, ha nem lesz abból baj. Tehát, hogy nem is biztos effektíve gyerekek az, hogy... Gyerekek, még jó lesz, mindentől erősödnek. Igen, a kuktában úgy is, a hús, a úgy is kifő belőle. Tehát nem is effektíve biztos az, hogy most megsporolja 6000 fontot, hogy kijön egy állatot, és azt mondja, hogy Józsikám, nagyon nem kéne, mert hogy ez már nem arról szól. Meg itt lehet, hanem, hogy itt van egyfajta nagyon erős szakértelmi hiány, ami egyszerűen nem ismerte föl, hogy ezeknek az állatoknak mi baja van. Meg lehet, hogyha itt kihívta volna az állatorvost, az állatorvos már ugye egy olyan láncem, ami nem kéne ebbe a sorban, mert hogy ő már eleve tud az állatoknak a betegségéről, másfelől pedig rögtön lehet, hogy utasította volna, hogy hát ezeket az állatokat sajnos nem lehet megmenteni, vágják le őket, és hát továbbítsák oda, ahova kell ilyenkor, de ne a közétkeztetésbe természetesen. Na most az igaz az a hír, hogy a lépfene maga főzéssel eltűnik, tehát hőkezeléssel eltűnik, mert akkor viszont hogy lettek betegek? Hát ezt azt mondják, hogy eltűnhet, de nem biztos. Mert nem biztos, hogy csináltak belőle. Aha, nem biztos, hogy igen. Meg nem biztos, hogy azért az a főzéssel mondjuk azon a hőfokon az összes eltűnik, tudod? Csak egy kicsi maradjon benne, hát... Akkor már elég. Azt tudom, hogy háromféle módon fertőz, hogy van a gomba maga, igen. Ha az belélegzed, akkor az nem egy. Szerencsés, ha megeszed, az kettő, meg hogyha így sebes a kezed például feldolgozás közben, akkor az három. De hogy mondjuk a gyerekek például ezzel a három... Meg a fehér boros borítékot kapsz, ugye? Ezek a borítékok ugye nagyon-nagyon mentek, amikor mindenki kapta ezeket a borítékokat, hát ugye az is az antrax, tehát igen. az is tulajdonképpen ez. Ezek a fehér poros borítékok, ugye? Igen. Hát a gyerekek azok ettek belőle. Jó, mondjuk nyilván az önkormányzat most fölmondta egyébként a szerződést ezzel a beszállítóval, tehát hogy ezzel a céggel, miután kiderült. Csak tudod, ez megint olyan, hogy persze, ha felnőttek eszik, az se jó, de hogy ezek a szerencsétlen gyerekek, hál' Isten, tényleg nem történt komoly baj. De hát ez most megint csak isteni csoda. Nincs járvány, nincs komoly dolog, lehet menni Tiszafüredre nyaralni, tehát ez semmi erről nem szól. Csak egyszerűen én nem értem ezeket a folyamatokat, hogy ezek szabályozva vannak, tudod, ezeket látni kell, ismerni kell, hogy tart valaki úgy állatot, hogy nem tarthatna, hogy tart valaki úgy állatot, hogy mondjuk nem ért hozzá. Nyilván nincsenek illúzióim, tehát nagyjából tudom, hogy, de hogy tartsa magának, szóval vágja le, az etesse meg vele az anyukáját, meg egyen belőle ő, nem? Vagy, de aki átveszi közétkezdet, de aki át is veszi, nem? Hát azért az is, az tudod, hogy azért utána az oda megy 80-100 gyereknek, nem tudom, mit tudom én, akik ott esznek, hát ez... Józsikám, látta? Kis pénzt. Nyugodjál meg, oltva van, oltották az állatot, ne aggódjál, oltották. Sőt, mondjuk ne adj Isten meg, ha három gyerek. Akkor mi van? Mert most ez nagyon nagy szerencs. Hát ez egy borzasztó tragédia lett hát volna. De ha ne menjünk ilyen messzire, ha csak idézőjelben arról van szó, hogy ezeknek a gyerekeknek tönkrement a nyalalásuk, és hogy egy ideig mondjuk így egészségügyi ellátásra szorulnak.
emiatt. Már az is önmagában, már az is szörny. Hogy adhatja úgy el, hogy tudja, hogy betegek az állatok? Hogy? Hogy adhatja ugye? Hogy adhatja ezt oda egy olyan cégnek, aki ezt, nem tudom, majd közétkeztetésbe teszi? Mondom, az van mögötte, hogy egy ilyen marha, nem tudom, mennyi lehet most egy marhát megvenni, de hogy az neki kiesik, ha azt mondja az állatorvos, hogy akkor ez kényszervágás, de úgy, hogy ugye el kell pusztítani az állatot, de nem értékesítheted. Ha van öt ilyenje, mondom, nem tudom, még egyszer, de 500 ezer mondjuk egy ilyen marha, akkor ez 2,5 millió forint kiesés. Tehát a csávó azt mondta, hogy nem hívok állatorvost, gyorsan levágom, majd megfőzik, és nem lesz baj belőle. Itt az első hiba, a másik, aki megvette, az meg megvenném 1000 jócél húst a piacon, de 1000ért fogom megvenni ettől a csávótól, milyen jó olcsón adja. Nincs róla papír, nem érdekes. De mindig kérsz papírt, vagy nálad hogy van? Ott a kis hentesed? Hát én viszek állatorvost. Te viszed az állatot, és úgy vágják rá. Ferikém, már megint ide osztod a lelpihacra ezt a marhát, hát nem érted, hogy délig nem tudom neked kicsontozni. Ugye, hát tehát ott mindig hát nyilván kell bizony, egy jó ember. Igen, nyilván, na jó, de nyilván a hentes azért úgy veszi át, persze. Persze, tehát hogy mondjuk egy olyan beszállítóhoz mész el, aki egyébként rendszeresen szállított neked, vagy hosszú évek óta kapcsolatban vagytok, üzleti kapcsolatban vagytok egymástól, vagy egymással, akkor abban az emberben te megbízol. Nem fogsz minden egyes alkalommal kérni, hogy hívjákokat, papírokat, pecséteket, stb. Tanúsítványokat arról, hogy ez a hús egészséges. Ugyanakkor nyilván elvárod tőle azt a fajta lojalitást, vagy korrektséget, hogy ha valami probléma van, akkor egyrészt elmondja, másrészt meg eleve nem ajánl fel neked eladásra egy beteg állatnak a húsából. Hát, hogyha nem volt ez a titkos. Se 10 kilót, se egy dekát. De mondom, ha nem volt ez a titkos összekacsintás, tudod, hogy na figyelj, ezeket le kellett vágni, mert kicsit izé volt, neked olcsóban megszámítom. Innentől kezdve már tudod. Nem tudsz mit csinálni, tehát hogy ez pont az a két pont, amit nem tudsz megvédeni, mert mind a ketten pénzt akartak keresni sokat. Nem jó sikerült. Igen. Van ennek egyfajta politikai vonzata, és most nyilván ezzel nem akarunk foglalkozni, de olvassuk itt az üggyel kapcsolatos politikai szálakat is, de ugye mi nem politizálunk, egyszerűen csak magát az esetet szeretnénk felderíteni, de mindjárt megszólaltatjuk a mi kis drága infektológusunkat, Szlávik János, aki elmondja, hogy mégis micsoda ez tulajdonképpen, meg mit csináljál majd, ha fehér borítékot kapsz tőlem? Ne is tegyen. Hát illetve attól függ, mert ha vastagabb, akkor lehet, hogy akkor, zörög a papír, akkor az jó. Akkor az már lehet, hogy ilyen. Dr. Szlávik János itt van velünk. Hello, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, neked. Sziasztok. Jó reggelt. Hello. Na, mit szóltál ehhez az esethez? Háromféleképpen kapod el. Állatfeldolgozó vagy, tehát állatokkal dolgozol. Ha fehér borítékot kapsz, vagy ha valaki feketén vág húst, és véletlenül belekeveredsz a történetbe. Tehát ez egy állatgyógyászati probléma. Magyarországon minden évben, hát olyan 5-10 esetben állatokkal, és egyetlen egy vagy két esetben emberekkel kerül kapcsolatba az antrac. Ez van most, ez egy kriminális történet, felhívja a figyelmet arra, hogy sokkal jobban kell figyelni az állategészségügyre. Nem kell az embereknek az antrakszal összekeveredni. Egyébként egy nagyon izgalmas megbetegedés, képzeljétek el. Hát a te szempontodból, igen, azt megértjük. Mind a mai napig Skóciában van egy sziget, amire ember nem teheti be a lábát, mert a II. Világháborúban antrakszal kísérleteztek rajta. A II. Világháborúban. Na, ennyit a veszélyességéről. És azóta ott üldögélnek ezek a kis azóta nem ember. Így van. És azóta ezek a kórokozók bármikor kiszabadulhatnak, és ebből a spóra állapotból aktiválódhatnak, ha valaki oda betenni a lábát is. Ez mit jelent, hogy spóra állapot, hogy üldögél egy ágon, és várja, hogy jöjjek? És így van, bent van a földben. Bent van a földben. Benne van a földben. Évtizedeken keresztül ebben a nyugvó, alvó állapotban van. És hogyha mondjuk egy szarvasmarha arra megy, és lelegeli, akkor utána aktiválódik. Most ennek például a főzéstől el kellene pusztulnia, vagy ez egy nagyon erős túlélő faktorra rendelkező kis kórokozó? Ez könnyen elpusztul. Könnyen elpusztul. Ez 10 percig főzöd, és el van pusztulva. Tehát a szerencsétlen gyerekekkel mit tettek? Vagy ott, ahol mit csináltak? Nem lettek betegek, hál' Isten, csak nem ugye meg. Lehettek volna, azért itt mindig az fennáll. Szerencsére volt egy előkóstol az étel. Kik lettek betegek? Azok, akik érintkeztek a hússal? Így van, ez az utolsó eset, aki Gyöngyösen volt, ő egy állatfeldolgozó volt, és megérintette ezt a bizonyos beteg állatot, és a kezén volt egy seb, és így bejutott a szervezetébe. Egyébként ez a tipikus. Tehát az egy-két eset, ami évente előfordul, az így szokott lenni, hogy valamilyen állatfeldolgozó ember véletlenül megfertőződik. Apropó, az állatokat oltják. Tehát Magyarországon és a fejlett államokban oltják az állatokat a lépfene ellen, és nagyon véletlen és nagyon ritka az, hogy mégis megbetegednek, hát az oltás nem 100%-os védettség. Apropó, kit oltanak még a
létszen ellen, ezt tudjátok. Az amerikai hadsereg, az amerikai hadsereg katonáit. Bevallottan, nyilván az oroszok, bocsánat, nyilván a Oroszország katonáit is, azt ugye nem vallják be, de nyilván őket is voltják. Nem, mindenki, persze. Na, de azért az megdöbbentő, hogy feketén vágott hús bekerül a közétkeztetésbe. Tehát nincsenek illúzióim, gondolom, nem áll mindenhol ott egy pecsétes bizonyítvány minden kiló hús mellett, de azért ez mégiscsak elgondolkodható, nem? Ráadásul nem csak a lépszenét, hanem más betegségeket is el lehet kapni feketén vágott hústól. Találkozom néha olyannal, hogy vaddisznó, nem ellenőrzött vaddisznó húsfogyasztása után, vagy tatárbisztek, ugye nem ellenőrzött húsból származó tatárbisztek fogyasztása után kis apró állatkák kerülnek az ember belébe, és néha méteresen is. Ne, én szeretem a biszteket, ne, kérlek. Igen, sajnos. Amikor én ezt a beteget láttam, akkor döntöttem el, hogy nem eszem többet tatárbiszteket. De és hát akár méteresen is megnőhet benne? Például egy méteresre növő féreg volt a belében, ami nagyon izgalmas, pláne ha megjelenik aztán a végén. Ezt hol húzzák ki? Alul. Kijön magától. Ja, kinéz, ki kacsint, ki köszön? Kijön magától, hogy gyógyszeresen jól kezelhető, csak kicsit riasztó. De össze kell zavarni, tehát meg kell csipeteni az egyik oldalát felülről, a másikat alulról, és akkor így egy kicsit, mint a fogsejmet így mozgatni. Húzgálod magadon. Én egyszer láttam ilyet, egy biológiai szertárban föl volt egy ilyen tekerve, egy ilyen kis műanyag darabra, és ilyen, mint a formaldehidbe el volt téve. Ijesztő. Orsos féreg, vagy akkor döntötted el, hogy vega leszel, mi? Igen, ez is egy ok volt. Te láttál már ilyet kijönni emberből, János? Persze, pont pár héttel ezelőtt volt egy ilyen eset. Külföldről származó ellenőrizetlen hús, és megint tatárbiszteket evett. Ja, és én is szeretem. Hát igen, mert ott ugye nyersen eszed, bepáccolod, de hogy ott azért olajban, vagy nem tudom, miben páccolod, azért abban nem nagyon halnak. Nem nagyon halnak meg. Nem pusztul. De ez honnan lehet észrevenni, hogy ilyen van bennem? Mert bennem most már azért hónapok óta van egy folyamatos éhségérzet. Tehát lehet, hogy én azért nem hízom, mert közben magamban táplálok valami szörnyet. Vagytok. Lehet, hogy ide a kis barátomot van meg, és valami szörnyet táplálok. Sokak szerint a legjobb fogyókúra egyébként egy ilyen férget beszerezni. Nem azért, tehát hasmenéssel jár, és észre lehet venni a kis darabkáit, ami távoznak alulról, de... Aha, jó, ne is menjünk bele. Maradjunk a lépszenénél, a sokkal izgalmasabb. Figyelj, te ilyen amerikai sorozatokat, amik ilyen baktériumokkal, meg vírusokkal foglalkoznak, azokat nézel egyébként? Vagy töltögetsz le valamit? Nem sorozatokat, ti néztek. Hát mi nagyon nézünk, igen. Akartam most neked ajánlani egyet, hogy van egy Lassip nevezetű hajó, ami arról szól, hogy ők az utolsó túlélők, és rajta egy biológiai laborral próbálják megfejteni az emberiséget elpusztító vírusokat. Hogy ezeket te szereted-e, vagy nézed-e? Én imádom, sőt, amikor kitört az ebola járvány, hagytam nektek egy üzenetet a rögzítőn, hogy ebola járvány van, de hát nem beszélgettünk róla. Pedig a földkerekség, tehát a föld történetének legkomolyabb ebola járvány zajlik most Nyugat-Afrikában. És nem is nagyon tudják egyelőre lokalizálni már, hogy nem. Tudják, hogy hol van, de nem tudnak mit csinálni. Nem, sőt, kétségbe esett üzeneteket adnak az ottani országok, hogy segítsenek rajtuk, mert most már három országban zajlik a járvány, és nem tudják lokalizálni, és konferenciákat hívnak össze, hogy mit csináljanak. Sőt, nemrég ugye fölrepent a hír, hogy Spanyolországba is eljutott egy ilyen ebolás Gíneából származó ember, de aztán végül is, hogy nem volt az. De nem azt mondom, hogy várom, hogy Magyarországra érkezzen ilyen, de azért ezt kell. Legyél őszinte, tehát ennyire már azért ismerjük egymást, dehogy nem, várom. Tehát ezt kimutatjuk, hogy nektek, mint infektológusoknak azért egy ebolás fertőzés, egyen belenézni a mikroszkóba és látni azt ott élőbe, hát az, igen. Az olyan, mint mit tudom én, Janinak, nem tudom, Michelle White filmesztelen ült. Csúcskorában, de csúcskorában most is. Igen, tehát hogy az persze. Viszont akkor ne közterületen legyél majd egy hatalmas kivetítő előtt, ami megy egy híradója, mert tök kellemetlen lesz, hogy csak te leszel az egyetlen, aki a levegőbe csapsz. És Magyarországon ebből elmegy. Ez az! Ki volt az a szlávi? Az nem biztos, hogy ezt a lisztet nézed, az jó. Figyelj, Afrikában egyébként hol én? Úgy tudom, hogy Nyugat-Afrika, ugye? Így van. Guinea, Libéria, Sierra Leone. Jó, mert terveink szerint ősszel indulunk Dél-Afrikába, egy hosszabb kis kiküldetése. Dél-Afrika még nem érintett. Dél-Afrika akkor. Nem, igazából ott semmilyen veszély nincs, nyugodtan mehettek. Ilyen nem kell kimenni az utcára. Ja, igen, nem már tervezünk. Már készítenek bennünket, igen, erre. Jól van, János, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra. Jók legyetek. Milyen rögzítő hagytál üzenetet az ebolával kapcsolatban? Mert azért az engem érdekel. Amit így beszoktatok mondani, hogy hívjatok és hagyjátok üzenetet. Meg lehet, hogy az Étvilágnapon is hagytam. Na minden, még van időnk december elsőjén. Jó, beszélünk. Köszi, János. Ciao. Hello. Mondjuk, ha nagy a baj, akkor nem lenne baj, ha inkább csörögne, nem? Ez az üzenet rögzítő, ez úgy látszik, ez nem működik. Hát én már sok mindenkit hallottam sok ilyen üzenetet hagyni SMS-ben, e-mailben. Morning Show, Kukac, Class FM, de hogy üzenet rögzítőre még senki nem beszélt.
és ráadásul ilyen, ilyen kevésbé fontos híreket, mint hogy dühöng minden idők legnagyobb ebola járványa. Lesz idő, amikor ez még fontos lesz nekünk. Igen. Már csak pár hónap. És igen, nagyon fogjuk tudni, hogy érintette benne például Dél-Afrika, vagy nem érintett benne Dél-Afrika. De jó lett volna visszahallgatni a szlávik üzeneteit. Meg kell volna, most kérdezzük, hogy nem kell oltás, vagy valami. Ebola ellen? Hát nem tudom, mi valami ellen oldhat. Az ellen oldhat, az nagy átvágás. Az sokat, sokat nem segít igazából. Gyerekek, hát majd valamit kitalálunk. Mi előre küldjük a Janit, úgyis fut mindenhol, kicsit fut, ha nem fertőződik, meg megyünk mi is. Tök jó gondolat. Vállalod, nem szívesen? Vagy visszük a René Russzót és Dusty Hoffman. Az a baj, hogy ott nyulazni majd egy izének, egy gepárdnak, meg hasonlóknak. Ott nem fogok én rohangálni, szeretem sehol. Annak milyen alapfolyás ez? Meg kellett volna kérdezni a szlávikot. Ez ilyen pikpak, hát nem? Tehát ez általában elég csúnya. Ebola? Igen. Hát, az... hogyha a filmre gondolsz, akkor ilyen csúnya vérzés mindenütt, meg mit tudom én, és akkor egyszer csak véged van. Ezen a bolygón minden a föld középpontja felé folyik. Ez megnyugtató ír, tényleg. Na jól van. Oké, fél 8 pontosan Ove bácsira, Beru nénire tudtok jelentkezni. Jó, ha valaki szeretne játszani, tegye meg, hogy ír nekünk egy SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi az M1-esen a 87-es kilométernél Győr felé a felüljáróról mérnek. Andi, köszi, hogy elküldted nekünk. Új 60-ban kerekharaszt felé a Molk útnál rendőrautóból mérnek, a rendőrök tessék lassítani. Az M1-esen a 87-esnél van egy trafi, de ezt lehet, hogy az előbb mondtam. És az M1-es 97-es kilométernél a kamion az árokba ment, és még nem kezdték el. Zsöpapi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, ki vagyok azon, amit az amerikaiak akarnak, mert én megértem, hogy minden a biztonság is. Oda kell figyelni arra, hogy senki ne robbantson a repülőn, és ne kerüljön föl terrorista a gépre. De hogy azon emberek szívjanak nem sokára a repülőtereken, akik becsületes utasként szeretnének egyébként A-ból B-be eljutni, ezt total nonsense-nek tartom. Kitalálták ugyanis, hogy a jövőben csak és kizárólag olyan eszközt tudsz felvinni majd a repülőre, és jó, ha mindenki figyel, mert előbb-utóbb ezt az európaiak is átveszik, amit be tudsz kapcsolni. Aha. Vagyis, ha neked a telefonod lemerült állapotban van, akkor azt ott kell hagynod a repülőtéren, vagyis nem engedik majd föl a repülőtérre, a repülőre. Tehát se a telefonodat, se a laptopodat nem viheted föl, ha nem tudod bekapcsolni. Hát akkor te minden külföldi utadon venni fogsz egy új telefont. Hát... le van merülve. Hát, igen, az a baj, hogy annak ellenére, hogy én az erő jó oldalán állok az én telefonommal, ti ott a sötét oldalon, ebben nem cserélhető az akkumulátor. Na most miért veszik el a telefont attól, akire egyébként nem tudja bekapcsolni? Uh-huh. Ők megindokolták, azt mondták, hogy azt akarják ellenőrizni, hogy nem bomba van-e esetleg a telefonban. Hát világíts át. Azt nem tudja megcsinálni? Nem, csak akkor derül ki, hogy bomba van a telefonodban, ha te bekapcsolod. Ha nem bekapcsolt telefont viszel föl, aha, akkor lehet, hogy a telefonod belül ki van belezve. És van benne. Nem működik, és bomba van benne. Ezért te a jövőben, és ezt szerintem Európában is pillanatokon belül átveszik, nem tudsz majd fölvinni kikapcsolt telefont. Semmilyen telefont. Tehát véletlenül lemerülsz a reptéren, abban a pillanatban neked vagy nem utazol, két választásod van, vagy ott hagyod a telefonodat. Komolyan mondom. Hát azért. Na de most nincs most töltő, vagy mi? Tessék? Hát egy töltőt tegyenek ki, és akkor mindig töltsen. De miért? Hogy teszel két töltőt? Beállsz becsekkolni, utána már mész, mert rohan száll föl a gépet. Ráadásul nagyon nem tudsz, nincs sok időben, mondjuk nem veszed észre, és ott a kapunál, az ellenőrző kapunál jössz rá, hogy te le vagy merülve, hát ott már neki adsz tölteni, mire betölt gép, stb. Gyorsan, ilyen gyors töltővel lehet rá valamennyit tenni. De sokat igazából nem. Uh-huh. Rám számíthatsz, nálam mindig ott lesz a feltöltött telefon. Amilyen olyan ritkábban merül le, mint a tietek, és egyébként tökéletesen osztom a véleményet, te tényleg az erőnek a jó oldalán állsz, hiszen a technikai civilizáció kárára van ennek a bolygónak, és nem mindig ilyen elavult technológiákat választasz, ezzel gyakorlatilag lassított a technikai civilizációnak a fejlődés. Irányt mutattunk nektek, hogy kell okostelefont csinálni, érted, azt most megtanultátok, és most erre villogtok itt, érted? Mi nem. Betűsök, megmutatjuk, hogy mi is valójában egy letisztult okostelefon. Ebben is igazad van, egyébként megmutattátok az okostelefonokat, és mi meg azt mondtuk Koreába, hogy ez az okostelefon.
telefon? Na akkor majd nézzétek meg a miatt. Na, igen, egyébként nagyon jó az új reklám a te telefonodnak. Arról szól, hogy bemutatja, hogy a te telefonodban ugye cserélhető az aksi. Tehát fogod, lecserélsz, fölraksz egy másikat. Ennyi. Repülőtéren ülnek az emberek, és azt látod, hogy mi, akik egyébként ugye még azért még mindig bírunk ízléssel, és igen, jó telefonokat igen, választunk, ülnek a konnektorok mellett, és folyamatosan töltik a reptéren a telefonjukat, miközben egyébként az S betűsök ugye videókat nézegetnek, játszanak, stb. De hogy lejön nekik ezzel a telefonnal a videó, meg ilyesmi? Azt nem. Már tudja azt. Hát valamilyen hát, régi felbontásban ők is tudnak azért ezek képet nézni. Azt videónak nevezed, mert ahhoz vagy hozzászokva, abban nem, mert nem tudom annyira leputítani a képminőséget. Hogy tudja, mi? De hogy, na mindegy, szóval, hogy mi mindig nem tudjátok megoldani, hogy folyamatosan menjen az egyik fotó a másik, tehát még mindig itt tartotok, és erre nyálasztok itt, ez komolyan mondom. Hogy rácsodálkoztál, hogy csak fekete férfi filmek vannak fönt a neten, de hát nem, csak az én telefonom. De hogy lesz majd, hogy én szállok föl a repülőre? És belenéznek a telefonomba, hogy igazi-e? És ha ott van a feleségemről egy olyan kompromitáló kép, amit én nem akarom, hogy lássak, akkor megnézik a fotóimat, belenéznek az e-mailezésedbe, hívást indítanak majd? Tehát minden egyes ellenőrt elindít egy hívást a telefonról? Vagy ez hogy lesz? Hát internet ezek egy kicsit átnézik a fotóidat, a titkos dokumentumokat, az elmentett képeket, és az összes fotót egy jóféle mirrorről, ha van a telefonodban? Igen. Vagy csak ott állnak majd egy szép széles pengélyű filézőkéssel, benyomják középen. Tekernek rajta egyet. Na, ebben minden úgy néz ki, mint egy telefonba. Tessék, viheti. És ott kell hagynom a telefonomat. Hát én azért megveszek egy repülőjegyet sok pénzért, hogy szeretnék A-ból elutazni B-be. Oldják meg, hogy ne robbanjon föl a repülő. Tehát nehogy az legyen már, hogy az utas mondjon le mindenről, ha kell, hagyja ott a telefonját, lépjen ki a cipőjéből, menjen át az ellenőrző kapu 6-szor mezitláb, pakolja ki, és én mindent megcsinálok tényleg. De most a telefonodat is ott kell majd hagyni. De hát azért nem támogass elavult technikákat. Tessék? Ne támogass az elavult technológiákat, és akkor nem lesz gond. De egyébként Istenem, az nem elég, mit hogy... mit tudtok ti az elavult technológiát? Az már nem sokat, már olyan régen most. Az a baj, mindent tudtok az elavult technikáról. Érted? Megveszel 200.000 forintért egy repülőjegyet, és azon izguljál, hogy neked föl van-e töltve a telefonod, mert így el fogják venni. És Európában ezt előbb-utóbb ugyanúgy átveszik, mint az amerikaiaknál, akiknél ugye napokon vagy heteken belül életbe lép ez a szabályozás. Akkor reggel kijössz a szállodából, még föltöltötted a telefont, este indul a géped, akkor reggel kikapcsolod a telcsit, hogy estére még biztos, hogy legyen benne áram? Hát... Jó, tudom, más kell venni. Így van, meg hát ti feltöltétek, jó, hogyha rögtön ki is kapcsoljátok be. Következő bekapcsolás annyit szív le belőle. Hát figyelj, két választás abban, hogy az i-betűs telefon külső aksis cserélős lesz. Aha. Vagy kitalálnak majd valami plusz töltési lehetőséget. Ugye vannak már azok a tokok, amiket ha belerakod magába a tokba, akkor a tok tudja tölteni. Hát hisz már ott vagytok a jövőben. És jó, de ez mennyire pronyó, hogy így leveszed, és akkor cserélsz rajta egy aksit, érted? Hát, pronyó. De hát ez van, érted? Használható, működik, megy, mi a gond? Még mindig játékáruházatok van? Még mindig így hívjátok, hogy még ti se veszitek komolyan a saját telefonotokat, tényleg? De nem így van, ezzel nem értetek egyet, hogy te most már utasként egyébként már mindenről le kell mondjál, pedig te nem vagy bűnöző, te nem akarsz robbantani, te el akarsz utazni sok százezer forintos repjegyért A-ból B-be. És elveszik a telefonodat is. De az, amikor átvizsgálják a telefonodat, meg minden személyes cuccodat, az nem elég? Tehát, hogy hát szépen, látod, hogy nem. Szépen átmegy, ránéz a szakember, látja, hogy abban a telefonban igenis mindenféle kis alkatrészek vannak, ez az amaz, kiben korszerűbb, kiben kevésbé korszerűbb, ugye? És akkor annyi. Tehát nem. Azt például nem hiszem el, hogy a beküldöd ebbe az átvilágító izébe, igen, azt nem mondja meg egy szakember, hogy ez rendes telefon, vagy bomba van benne. Hát ezt nem hiszem el. Hát most, ha biztos, hogy megmondja, csak hát tiétek azért sok félreértésre ad lehetőséget a fogaskerekek miatt. De túl jó. Ilyenben ilyen kovakőben meg azon csinálnak világosságot benne, meg nem tudom. Nem tudja megmondani, látod? Ezek szerint nem tudja megmondani. Tehát neked majd erre kell odafigyelned. És mi lesz az ott, hogy a telefonokkal azt ők vidáman használják majd? Hát gondolod, senki nem fogja összeszámolni egyébként, hogy hány telefont vettek ők el aznap. Semmi megsemmisítés. Nem fogja bekapcsolni, hiszen igen, bomba van benne, azért van ott. De azért azt megmondott te, mint ellenőr, hogy most egy négy gyerekes családapa utazik, és elveszett tőle majd a telefonját, azért valószínűleg nem akar robbantani. Ez egyik. Aha. A másik, hogy gondolkozik majd a rabló akkor, ha nem tudom fölvinni a gépre, robbantok a reptéren, nem? Tehát az ilyen egyszerű. Ja. Mi lesz megint? A reptéren fognak robbangatni, mert nem tudják átvinni, ugye? Miért kell mindenről lemondani azért, mert én utazni szeretnék? Én nem vagyok robbantós, hát nem akarok embereket ölni. Én biztos, hogy nem adom oda a telefonomat. A tiétekben van lehetőség arra, hogy belerakjátok mondjuk egy micro SD-t, ugye? Gondolom bővíthetők ezek a telefonok.
ez nem egy szita, Jani, amit te egy össze-vissza rakozgatsz, ja, hogy, ja, hogy nem lehet. Ja, ez nem egy ilyen csak tuning. Mondani akartam, hogy ha van benne esetleg egy ilyen eltávolított kis mikroszim, arra rámented a privát tartalmaidat. Ha a telefonodat kell hagyni, a feleségedről készült nagyon ízléses és kellemes képeket, rámentheted arra a kis simkártyára, illetve nem mikroSD-re, és akkor viszed magaddal. Hát a miénkben ez megvolt, a tiétekben nem hiszen az a jövő. Ja, de a tiétek úgy néz ki, mint egy szita. Beletöltetek, kivesztek, szétnyitjátok. Ez sem, ez így egyben maga a letisztultság. Is jó, hát nem tudom, hogy a méreteket talán, ha esetleg összehasonlítanád akkor. Ez igaz, még pingpongütőnek is jó. Ez maga a letisztultság. De nem akarom én ezt most ilyen irányba elvinni, hogy most kinek jobb a telefonja, mert ez egy teljesen egyértelmű csata. Nekem is csak egy beugrott, hogy most hirtelen érted, hogyha van valami privát tartalom, az esetleg akár le is menthető lenne. De na jó, majd ott állunk a dél-afrikai reptéren, és ott fogsz sírni nekem, hogy elvették a telefonodat, mert elfelejtetted föltölteni, nem, meg ránézek az ásaimra, és mondom, hogy bocs, 90 nem vagyok. Még egy hívást, kinek? bocs, nem tudok segíteni, 90%-on vagyok, és van igen. Egy bot telefonom is. Nem, hogy csak még egy hívás, mert mindenképpen szólni kell nekem, neki, hogy ne csodálkozzon a holnapi Blik címlapon. ami a telefonomból kikerült. Jó, most akkor cseréljetek aksit, tehát az való nektek az aksi cserélés egyébként. Megértem, szétszedik a nélkül, de Nokia 5110-eseken is lehetett aksi cserélni, tehát úgy nézett ki, ahogy. Tehát, hogy... Na mindegy, de nem háborodtok ezen föl? Vagy senki nem mondtak semmit? Hát ez tök jó, hogy elveszik a telefont. Érted, egyelőre még nincs, amcsiba lehet, hogy van oda, nem megyünk, úgyhogy bennünket nem érint. Mi nem vagyunk ilyen világukarzók, mint egyesek. Akkor ezt a témát is megbeszéltük. Hát jó, van fel. Jó, sokat tettél hozzá, köszönjük szépen. Mi itt az erő rossz oldalán elég jól el vagyunk látva aksikkal, úgyhogy... De most ez nem csak az aksiról szól, meg arról, hogy kinek milyen telefonja van, hanem hogy már mindent el akarnak tőled venni, és potenciális terroristaként néznek rád mindenhol. Érted? Tehát, hogy azt feltételezik, hogy te robbantani akarsz, nem akarsz. Hát ez repülő. És teljesen ártatlanul, te nem tudod majd bekapcsolni fontos, a telefonodat. Fel egy olyan szakócát. Mert ezzel mondjuk meg lehet ölni bárki. Elveszik a kisolót, megérted. Ne vigyél föl, mit tudom én, vízipisztolyt, mert azt hiszik, hogy pisztoly. Oké. De azért ne jussunk már el odáig, hogy a legszemélyesebb tárgyait, tehát véletlenül tudod bekapcsolni a laptopod, és ott hagyjál a 200 000-es repülőjegyet mellé, vagy a 100 000-es repülőjegyet mellé, még egy 250 000 fontos laptopot, azért, mert te nem tudod bekapcsolni. Attól te nem vagy rabló. Oldják meg, vegyenek olyan eszközöket, ami átvilágítja. Ne legyen az, hogy potenciálisan mindenki egyébként terrorista, nem? Na most a kisollót miért érted meg? Mert ha te azzal... De nem, hát most a kisolló, oké, hogy ezt előre leírják, hogy hegyes aha, dolgok, ja, folyékony, 150 milliliter, mit tudom én, arra föl tudsz készülni. De hát azért ott rohansz ki a reptére, és most meg elvesznek tőled a telefont is, azért mert azt gondolják, hogy te robbantani akarsz. Hát ezért, ha azt mondod, hogy te vagy, ugye téged néznek vagy terroristának, akkor biztosítson, ugyanis ha már rádugod a töltőre, akkor onnantól kezdve már be lehet kapcsolni a telefont. Tehát minden egyes reptéren, a beszálló kapunál biztosítsák az összes fajta töltőt. Csak nem fog, arra nincs idő. Tehát gondold el, hogy te állsz valahol sorba, meg. És áll előtted valaki, és ő bizonygatja, hogy a telefonja ezeket az almás dolgokat bedugod, ez 2 percen keresztül még semmit nem csinál. Tehát 2 perc után ad életjelet. Nem tudom, hogy ott... Hát ez nagyon jó, komolyan csak hallgatnom kell. Jó, jó, csak mondom, de utána 2 perc után úgy ad életjelet, hogy 1-ből 8-ason vagyunk. Nektek 1 perc után ad életjelet, de ti másfélen vagytok azonnal, érted? Ez 1-ből 8-ra tölt föl. De ahhoz jó idő, ahhoz sok idő kell a jó munkához. Balázs, az nem egy 8-as, az egy vízszintes 8-as, a végtelenje azt jelzi, hogy mikor fog feltölteni. Istenem, mit tudtok ti? Hát, mit tudtok ti a dizájnról, a letisztultságról? Semmit igazán. Az a baj, hogy ehhez már hozzá kell szokni. Tehát a repülés biztonság most már egy nagyon fontos dolog, így a múltban történt események miatt. Ott van például a Norris család, ők folyamatosan szívnak emiatt, hiszen külföldön nem mehetnek, mert a repülőtér mindig ott kell hagyni csákot, hiszen ő egy élő fegyver, nem lehet felvinni a gépre. Mint csákó? Szóval, hát, na mindegy. Átfoglalva a jegyed, veszel egy töltőt, leülsz a váróba, föltöltöd, és a következő géppel hazajössz. Ez lesz. Azt írja valaki, hogy a telefonoknál nem az a lényeg, hogy van-e benne moment, hanem legyen cellainfó minden utasról az utazás előtt. Aha. Mi, de ha én most telefon nélkül megyek, akkor rólam nincs cellainfó. Most vannak, akik nem visznek magukkal telefont, akkor te nem utazhatsz, mert nincs telefonod. Hát meg a Damu Rolandról akkor is van cellainfó, ha telefon nélkül megy, nem? Tehát, mert neki minek telefonról, így is mi is van cellainfó, nem? Nem is értem ezt a szabályozást. De tényleg, hát te telefon nélkül fölmész és robbantasz, vagy bármi. Akkor nincs nálam, akkor nincs cellainfó rólam, akkor én nem szállhatok fel egy gépre. Szerintem ez nem jó megoldás. Eleve az egész kicsit olyan keserves, tudod, visszamész, még egyszer átmész, levetetik a cipődet, levetetik az oknidat, kesztyűvel nyúlnak hozzád, olyan mindenki kicsit furán néz rád, nagy nemzetközi repülőtereken. Jó, az tudod, eleve már meló, hát nekik is kell valami. Igen, kicsit utálnak, átvizsgálják a táskádat, ilyen, mit tudom én, ezzel a kis görgővel, akkor elviszik, berakják a rongyot egy ilyen valami
ilyen műszer alá, hogy viszel-e magaddal kábítószert. Tehát már eleve úgy érzed egy-egy nagyobb reptéren magad, mintha már potenciális bűnöző lennél. Most még a telefonodat is elveszik. Na mindegy. Jó, én szóltam. Jó. Nem mondjátok, hogy én nem. Is szóltam, lesz nálam telefon, ne aggódj. Ne lesz nálad aksi. Bővel. Lesz nálad. Meg hozzunk egy külső töltőt addig. Lesz nálad botaksi, igen. Jó, majd beszélünk akkor, vagy erről akkor bevezették ezt Európában, és egyébként szerintem pillanatokon belőle fogják. Egyébként meg úgy fogtok eljutni odáig, hogy a telefonon veszek egyetek, hiszen a Jani útlevelét fogjátok intézni. Ja, ez is igaz, de az én telefonomról. Ja, hát mert az enyém addigra le lesz merülve. Most akartam egyébként vásárolni, sőt biztos, hogy venni is fogok egy ilyen kis erőművet, ilyen kis napelemes töltőt, ami ugye egyrészt tárolja is az energiát, másrészt pedig arra is jó, hogyha majd esetleg olyan helyzetbe kerülünk a távoli Áfrikában, akkor nehogy lemerüljön a telefonom. Hogy micsoda, mi van akkor? Hát veszek majd egy ilyen kis, hogy hívják, napelemes aksi töltőt. Napelemes aksi töltőt? Aha. Most erre vagisztok, hogy ez az új találmányotok? Nem, a tiétek is csináltak csatlakozót. Nem volt egyszerű, mert kellett hozzá egy darab fa, meg egy bicska. Mi ott, én kézbe fogom, és az plusz tizet hozzáad, ez már egy ilyen technológia. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló! Sziasztok! Szia. Jó reggel! Hello. Hello! Éva, honnan jössz minket? Gyöngyösről. Gyöngyösről? Na, és mit csinálsz? Hát most egy benzinkúton állunk, mert útban vagyunk Bécsbe. Bécsbe? Hm. Igen. Na, mit csináltok Bécsben? Metallica koncertre. Jaj, de jó neked. Épp mondani akartam, hogy mindig, amikor meghallom egy nőnek a hangját, becsukott szemmel, és az első pillanatban tudom, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, rögtön így elkönyvelem valahova. Na most, szerinted téged így a hangod alapján hova tettelek, és be is jössz. A hangod alapján hova tettelek, aztán viszont bemondtad, hogy Metallica koncertre. És ott egyből megváltozott a véleményem. Metallica koncert? Ma lesz? Holnap lesz? Mikor lesz? Ma este? Hol? Bécsbe. Hát hiszem, valami Lovardában. Hol? Valami Lovardában. Helyileg nem. Lovarda? Tudom. Nem, Rovarda. Vagy Rovarda? Egy botanikus kertben? Igen. És kivel mész? Párommal. Ő kapta ajándékba jegyeket. Te akkor nem szereted, csak így szolidaritásból? De persze. Ja, azt hittem, hogy... Akkor nem én mennék vele. Ja, azt hittem, hogy ő kapta, de hogy nem akarod, hogy mással menjen, és akkor végig hallgatod, ahogy ott... Nem, szeretem őket persze. És kint is maradtok, vagy jöttök vissza este? Nem, jövünk haza hajnalba. Holnap meló van. Mit csináltok? Hát én vállalatfinanszírozással foglalkozom, ő meg pénzügyekkel. De szép kapcsolat, az te hő! Vállalatfinanszírozás, pénzügy, izgalmas hangzik. Jól van, figyeljetek, mutatjuk, mit csinál az Óven bácsi Berunén. A párod akkor bennmaradt az autóban, és hallgatja, és próbál neked jelelni, és te kiszálltál? Igen. Aha. Igen. Igen, nagyjából így képzeltem. Jó, figyeljetek, mutatjuk. Oké. Okay. Lebuktak. Bejelzett a lépfeneriasztó. Igen. Vagy a fonálfére. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ó, hát ez... Lady Gaga. Így van! Nem volt nehéz, mondjuk. Ez mondjuk nagyon nem. Igen! Nagyon jó. Ügyesek vagytok, van egy ajándékcsomagotok. Szuper, köszönjük. Tapsotik is lesz. Egyszer. Ott volt a vége. Jani, elviszünk, ha gondolod. De aranyosak vagytok. De mi van? Még a helyszínen kapni egyet? Gondolom, igen. Igen, feketén tízszeres álló. Szerintem elegednek a többiek. Hát olyan 9:30 körül leszünk Pesten. Na, hát az... És reggelre pont vissza is értek, tehát tudsz már jönni melózni. Igen. Tényleg, de jó. Szervezzük az érkezést. Aranyosok vagytok, meg fogom lépni ezt szerintem egyedül, és bár egy kicsit most irigyelek bennetek, nem csak a Metallica miatt, mert Alice in Chains és Children of Bodom lesznek az előzenekarok. És mind a kettő nagyon-nagyon jó. Igen. Bodomék is. Hát Bodom gyerekek, hát Bodomék hatalmasak. Jól van, küldjük nektek akkor az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok. Köszönjük. Ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Azért az rendben van. Hát, jó Metallica koncert. Az nem egy gyenge koncert lesz. Az biztos nem, igen. 8 óra van pontosan, jönnek a hírek. A hírek után itt vagyunk mi is. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. És kivet az ágy,
ha már a csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valamivel rász magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha rabban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show Defemen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt pontosan 14 perccel. Van benne áram? Van, töltöm magam, mert nehogy azt nem erőjön és elvegyi. Egyébként a Jani lesz az első, akit lefognak azért, mert van nála egy pótaksi, amiről azt hiszik, hogy szintén bomba. Csak hogy így az előző beszélgetés lesz. Valaki azt írja, hogy Balázs, hogy alszik a Benny és nem tud fölkelteni, akkor őt is ott kell hagyni, mert azt hiszik, hogy bomba. Hát, igen. Érdekes ez a dolog szerintem. Persze nyilván, ha majd ott előttünk akar valaki robbantani, akkor az embernek tényleg eszébe jut, hogy miért nem vették el a telefonját, de szerintem most már több minden történik a Földön, mint a levegőben, nem? Tehát 2001 óta meg ez a félelem, kivéve ezt a malájgépet, amiről ugye azóta se tudja senki, hogy hol van. Meg ez a félelem, ami most már engem marhára kezd zavarni. Azt láttam az előző megszólásban, hogy hogy féltél, úgy izgultál, hát úgy beleremegtél a témába. Semmire nem tudsz menni, érted? Tehát most nem utazol, mert félsz, nem mész étteremben, mert félsz, nem mész szállodában, mert félsz. Hát kövezzetek meg, én megyek. Hát én azért, de nem félsz? Én nem tudom, én nem érzem ezt az egyetemes félelmet. Én csak a telefonomat féltem, mert vagyok annyira hülye, hogy ne töltsem föl. Most ne vegyék már tőlem a repjegyem mellett a telefonomat, de én azért ennyire nem félek. Kéne? Vagy ekkora baj van? Nem. Se a lépfelétől, se... Én... Van mitől, megértem. De nem! Hát állandóan ez a fenyegetettségérzés. Most ezzel is még ezt ültetik beléd, ezzel a telefonos dologgal. De nem kell félnem, hogy van, most nem találtam fönn a neten, de van tényleg egy elektron műszerész ismerős, amelyik majd megcsinálja, hogy egy olyan csatlakozónk legyen, aminek az egyik oldala jó a galaxis, a másik már az övéhez, csak az enyémről mindig leszívhat egy kis immút. Ilyen állagban ez így fontos, hogy mellettetek adsz egy kis energiát, mindjárt sorra kerülök, le vagyok merülve. Ugye valaki most kapcsolódott be, csak arról beszélgettünk, hogy nem sokára majd mindenkinek be kell kapcsolni a telefonját a reptéren, ha nem tudja, nem szállhat föl a repülőre, ennek az előnyeit és a hátrányait ecsetelgettük, egyedül maradtam ezzel a dologgal, mert senki nem érezte ezt rossznak. Írják is, egyes szintű Balázs, ezért kár volt felkelni. Balázs, megnézném a fejed, amikor robban egy telefonon elkészített bomba a gépen. Mi villanát az agyadon? De kár, hogy nem ellenőrizték le. Ír egy másik hallgató. Igen, hát ez egyes szintű. Igen, írják többen. Jó, nézzük a közlekedési híreket, hogy miről, vagy mi történik az utakon. Van egy trafink 60 belterületén a MOL kútnál. Ezt Attila küldte nekünk, valamint a szabad kikötőnél a Cseperről kifelé tartókat a 70-es tábla előtt mérik, üzente nekünk Melinda. Melinda, köszönjük. Aztán a M3-as 89-es kilométerénél szintén trafiznak, csak úgy, mint az M1-esen, Győr felé, méghozzá a felüljáróról mérnek mindenkit, ezt Andi küldte el nekünk, hogy ott is menjen mindenki lassabban. Új 60-ban Kerekharaszti felé a MOL kútnál rendőrautóból mérnek a rendőrök, úgyhogy figyeljetek, Budai-Pesti alsórakpart viszonylag jól lehet menni, ez egészen friss híd, nem úgy, mint a Lánchídon, ahol viszont nagyon lassú a haladás, és van még egy trafink Pest felé, Mötlikrű a Morning Show-ban, ezt is megértük, írja valaki. Mi van? Balázs elment? Balázs leszedáltátok? Nem, most a Balázs... Kiment klotyóra? Tehát csak a Balázs védelmében mondom, nem mint hogyha meg kellene védeni, de... De, jó lesik, védj meg egy kicsit, védj akkor meg! Inkább, hogy... Az védjél meg! Ne. De, védj meg! Az Balázs kérte, hogy 8 után legyenek-e a mostanában, ha lehet, rockzenék, ilyen szoftosabbak, és akkor hát ennek megfelelően 8 után ezek a pillanatok jönnek. Igen. Tehát, de csak... határt fogok szabni, ha érzem, hogy túl durulunk. Tehát már most már kicsit sziszegtem egyes betéteknél. Mondjuk csak ez az elkapcsolás faktortól félek, de ez most még belefér. A glam császár, a glam király, a Mötlikrű már azon a határon, pedig már semmivel se keményebb, mint mondjuk egy Paradise City. Nem, amit sőt, ugyanaz a stílus, ugyanabból a korból, ugyanabból, igen, a Mötlikrű arra és a Gánc korból. Arra nem szólt volna egy szót. Arra nem. Arra biztos lehetsz benne. Kell az, sokat ti tudsz, meg a Olimurs, meg a Paramor, meg nem tudom. Olimurs? Olimurs? Meg az Avancsi. Jó az, van egy kis rock. Jó, egyébként a 2008-as albumunknak a címadodala volt. Sense of Los Angeles. Jó, na, ennyire nem éljegyünk el ebben. Jó, csak ha valaki kérdezte, és gondoltam, ha már a hallgató kérdezi, akkor... Igen, na néhány szó a balatonfüredi fellépésünkről, ugye hát nem mi lépünk föl, csak ott leszünk, júli... 10-től Mötli, 12-től Gánc. Igen, azt mondjuk egy elég erős brand lennénk, nem? Hogyha...
Igen. És őket vézolik a vezetni föl tényleg. Szóval ott leszünk, és 10 órakor Kassa Tibi koncert aztán hiány, majd a Sun City-ben ingyenesen megtekintető Rúzsa Magdi, Vastag Csöb és az Ergo. És aki bejön, az az első, ha benne van az első 1500-ban, ingyen jön be, vagy pedig 6:30-8 között talán, ez az időintervallum. Ugye akkor ingyen lehet bejönni, tehát érdemes behozni az egész családot, spóroltok sokat, bejöttök, kaptok egy karszalagot, egész nap bent lehettek az akvaparkban. Tehát nincs az, hogy 10 órakor mindenkit kizavarnak, és újra sorba kell állni. Viszont ha előbb érjük el az 1500-at, mint 8:30, akkor utána csak 1500 ember tud bejönni. Utána lesz egy kis szünet. Tavaly ebből minimális lincs hangulat alakult ki, ami pont akkor hágott a tetőfokára, amikor kimentem a parkolóba. Ott van! Kapjuk el! Azt mondta, hogy mindenki bejöhet. Igen, ő ígérte meg. A minimális lincs alatt értsétek azt, hogy még időben levágták a kötélről, tehát nem következett be. Igen. A kék csúszdát már felborították, és a bejáratot is megrahomozta a tömeg. Rengetegen volt. Egyébként meg biztos, hogy sokan lesznek, mert ha jó az idő, akkor azért jössz ki, ugye tudsz strandolni. Ha meg rossz az idő, akkor mi a francot csinálsz a Balatonparton, mint hogy bejössz hozzánk, megnézed a koncerteket. Tökéletes. Érted? A Janitól kapsz ajándékot. Bocs. Ez egy nagy ajándékoztó, igen. És van egy csomó új ajándékunk is egyébként, amit még nem vittünk le a Balatonra és környékére. Azok ott fognak debütálni. Igen? Ott. Aha. Van egy-két újdonság? Hát például a naphemcsi. Van napszemüveg? Aha. Bizonyám. Klassz. Nem állt a brandinget napszemüveg. Igen, klassz FM színű. Nagyon jó. Akkor sárga fekete. Van a kis bevásárlókocsi érme. Az is klasszos. Igen. Kulcstartóként. Kulcstartóra lehet. És nem klassz FM-es, hanem morning show-s. Akkor fölrakod a kulcstartóra, bedugod az érmét, és akkor lóg a kulcsod. Aha, akár. Igen. Hát igen, de és a 100 forintosnak felel meg maga a méret, meg a súly, és elfogadja a bevásárlókocsit. Pontosan. Az nagyon jó. Nem kell aprónak lenni, ez belenyomod, és már mehetsz. A kis frizbieink sem olyanok, mint tavaly, mert Vézolika. Három kevés van. És Vézolika. Tegnap beszéltünk vele, jön, ott lesz, és... Special guest, Gigasztár. Gigasztár, vagy 3:49-kor, vagy 4:10-kor állítjuk majd a nagy színpadra, és elnyomja a vízi bicikli. Így van. Delfines csúszdás című. Szigorúan speciálba. Szigorúan speciálba. Jolieknak, pajáéknak, az SL-merciseknek és a 7-es BMW-seknek. Bárki, aki jön hozzánk majd Balatonfüredre. Na, egy érdekes cikket találtunk, és nem biztos, hogy annyira tendencia, minden esetre a dolog ezen oldaláról kevesebbet beszélnek az emberek szerintem, mégis, ahogy halljuk, megtörténik. Mert általában vannak ugye az együttléteknél, a párkapcsolatokban bizonyos sztereotípiák, viszont ugye például az együttlétet sokkal többször akarják a férfiak, és a nők azok, akik az együttlétet elutasítják, különböző kifogásokat találnak, hogy nem akarnak együtt lenni a párjukkal. Ugye hát, ahogy előre haladott állapotba kerül egy párkapcsolat, tisztes helyek tulajdonképpen. És történt nemrég, hogy egy 52 éves nő nehezen viselte, amikor egy 25 éves pasi visszautasította, mondván, hogy aznap este nem volt kedve együtt lenni, a nő pedig vadászkéssel kezdte elüldözni. És ez egyébként Floridában történt, vadászkéssel kezdte elüldözni a szeretőjét, mert hogy szerette volna rávenni arra, hogy a férfi, mivel 25 éves fiatal, hát tegye boldoggá őt 52 évesen, hiszen már nem biztos, hogy olyan sokszor lehet erre lehetősége. Ezt nem akarta elfogadni, volt egy kis alkohol is természetesen a dologban, és hát később kiderült, hogy kijött ugye a rendőrség, és ott elmondta a férfi, hogy a nő felkapott egy vadászkést, és elkezdte kergetni először a házban, majd amikor kimenekült az utcára, hogy hagyja őt békén, tényleg nem akar szexelni, a nő kifutott utána az utcára, és ott is tovább kergette egy vadászkést. Igen, de azt hova akarta dugni? Na, azt vajon hova? Szóval értem én, hogy 52 éves korában az ember minden lehetőséget megragad. Miért ne? Hát hogy ne? Élvezhetné őt az együttlétet? De azért ez talán kicsit túlzott reakció. Hát hogy... nem tudunk semmit a srácról. Lehet, hogy irgalmatlan virtuóz volt, vagy pedig a hölgy volt iszonyatosan nymfomán. De van olyan párkapcsolat, ahol a férfi nem akarja. Azért hát ez nem gyakori, nem? Tehát általában a férfiak, hát hogy is mondjam, teljesítőképesség, hogy potenciája sokkal erősebb, nem? Sokszor a férfi akarja többször, és a nő az, aki inkább visszautasítja, nem? Szerintem ez attól függ, hogy hol tartotok éppen a kapcsolatban, melyik időszakban. Igen? Hát mikor van az, amikor a nő utasítja? Nekem is volt olyan időszak, amikor már időt kértem. De jó, de a negyedikre, az más. De a kapcsolat melyik fázisa az, amikor... Az első néhány év. Igen? Igen. De nem pont úgy van, hogy akkor még mind a ketten, és aztán ahogy ugye egyre tovább vagytok benne, utána a nő is a boldogság, ezek az alapfeltevések, nem? Hát igen, de néha pihenni is kell. Mondjuk, ha másnap korán kelsz, vagy nem tudom, volt valami, aznap kifáradt, és akkor azt mondod, hogy hát ma nem. Milyen egy nő, amikor akarja, és a férfi nem akarja? Ideges? Kész megszólalás, most között mesélek.
Igen. Fekszel ott a kis emeletes ágyat tetején, a kis jégeralsodban, és nagyon-nagyon mérgesen járkálnak a lakásban. Milyen, mert egy nő, amikor nem akarja, nyugos, frusztrált, durci, elfordul, másra fogja, fáj a feje, ugye hát vannak ezek tényleg ezek a nagy közfejek. A férfi is, csak ő nem szoknyában van. Igen? Aha. Egy durcis... Egy férfi ugyanezt adja elő. Ugyan, egy durcás férfi fekszik a fal felé fordulva, és azt mondja, ne, hagyjál, így, miközben a nő ütiveri, hogy legyen valami. Hát vagy szerintem ilyen indokokat, kifogásokat, ezt nem fogadom el, vagy ilyesmi, nem tudom. A férfi mire fogja, hogy milyen fáj? A tököm. Lehet fogni alkoholra, ha ittál. Igen. Sokat ittál, és mondod, hogy nem működik. Nem most vagyjál. Az elmúlt 10 év is mindig be voltál nyolva. Ja? Ki fogadja vajon nehezebben, egy nő vagy egy férfi? Szerintem egy nő nehezebben fogadja. Tehát vagy kinek van joga nemet mondani, inkább a nőnek van joga nemet mondani? A nő mondhatja azt, hogy nekem nincs kedvem, és azt egy palinak el kell tudni fogadni, és nem abból összetenni az önértékelését, míg egy nőt, ha kikosarazol, attól mentsen meg az élet. Na pont ez a fontos benne, hogyha egy hapsi mond nemet, akkor a nő rögtön azt fogja gondolni, hogy na már csúnyának tart, kövérnek tart, vagy tök minden. De miért nem mondhatna egy pasi nemet? Hát miért ebből teszik össze a nő? Na jó, de előbb-utóbb azért, ha sok nemet kapsz egy nőtől, ugyanúgy elkezdesz azon gondolkozni, hogy te valamit nem csinálsz jól, vagy nem vagy elég neki, mint ahogyha egy nőt félre löksz, vagy elutasítasz, akkor is a nő ugye elkezd ebből önbizalmi kérdést csinálni. De inkább szerintem a nő arra fogja, hogy vagy azért kezd el rajta agyalni, és azért kezd el rosszul lenni tőle, mert azt gondolja, hogy külsőleg változott már meg. Tehát, hogy a férfi nem tartja őt izgatónak. De ugyanakkor, ha egy nő mondja, hogy nem, azt a férfi fogadja el. Szerintem az könnyebben. Könnyebben fogadod el. Juli, hogy van ez nálatok? Hello. Hát nálunk ilyesmi nincsen. Most most igen. Megint a szerb hős, mi? A szerb hős nálunk mindig tetrekész, de egyébként, hogy ez mennyire gyakori vagy nem gyakori, és azt mondtad, hogy ez nem gyakori, hát nekem csak a közvetlen környezetemben két házasság ment gajrá miatt. Mert a férfi nem akarta. Hát, és mind a kettő miatt adul a fal felé, azzal már nem tudsz mit kezdeni. Ha a nő fordul be, akkor azért még van lehet. Sőt, akkor meg ott csinál a te időd. Megörülsz, ne kivetközöl. Így van. De azt sem veszed észre, alszik már egy órát. Végre itt a keret. Ne, hát anyu azt vette észre, hogy apu látványosan kerüli a szituációkat, amikor kettesben lehetnek, illetve amikor egy ágyba kerültek, akkor hát, hogy nem. Tehát, hogy de szerintem, mint nő, kíváncsi vagyok, hogy elfogadható ez, ha egy pasi nemet mond? Hát alkalmanként igen. Igen? Hát persze, hát figyelj, ő is lehet fáradt, neki is lehet mindenféle gondja, meg lehet nyűgös, de hosszú távon ez nem. Ez nem fér bele. Ahogy hát hosszú távon nyilván nem egészséges, ha egyik fél nemet mond, bármelyik tehát, fél, hogy mennyi az annyi? Tehát hányszor kellene egy héten együtt lennünk? Hiszen nem nincs. Naivitás azt gondolni, hogy azért ezt a párok legtöbbször így elmondják. Hát de ez az, hogy nem beszélik meg. Megy a terelés, elfordulok, nem alszom. Persze meg, hogyha a férfi... Stb. Azért azt elmondani, hogy figyelj, nem kívánlak, ez az esetek nagy többségében az emberek nem mondják. Sehogy nem tudsz úgy fogalmazni, hogy egy nő ne omoljon. De akkor elébe kell menni a dolognak. Tehát, hogyha a nő be kell vonni egy harmadikat. Igen, például lesz. Legyél nyugodtan konstruktív. Vagy egy fajokat. Irány a swinger klub. De tényleg, tehát, hogyha mondjuk a férfi nem mondja, akkor a nő, és a nő látja rajta, látja a távolságtartást, érzi, hogy egy picit elhanyagolja, akkor neki elébe kell menni ennek a dolognak. Rá kell kérdeznie, min változtassak, miben vagyok kevesebb, miben vagyok, miben érzek, hogy ilyen nyugodalmas. Csak ezt a férfiak nem mondják meg az őszinte választ. Hogy ne, tere utána, ez tökéletesen működik. Tehát, hogy én csak a saját tapasztalatomból indulok ki. Nekem a feleségem igenis megtesz mindent azért, hogy ilyen értelemben se legyen semmiféle probléma a kapcsolatokban. Kérdez, van szája, tud kérdezni, felteszi nekem azokat a kérdéseket, amikre ő választ szeretne kapni, és akkor megkapja ezt a választ, akkor ennek megfelelően alakítjuk a dolgokat. Tehát, hogy itt egy folyamatos kommunikációnak kell lenni a két ember között. Hát ez ideális esetben, csak ez ritká. Így van. Ez nem így működik. Olvasni kell tudni például, mit tudom én, a számítógépen lévő előzményekből. Igen, a bondage, a MILF és a BDSM kategória, igen, és egy bilincset kell venni a feleségednek. És... Google Translate, beírom, és akkor már tudod is, hogy mire van szükség a férjemnek. MILF, mit jelent? Szerintem az a baj, hogy egyébként egy férfi sem nagyon tud mit kezdeni egy ilyen szituációval. Tehát az, aki egyébként megszokta azt, hogy mindig tetrekész, és egyszer csak azt veszi észre magán, hogy haver,
ez itt csak lóg, mint a vizes zokni. De akkor, akkor elkezded megkeresni igen, az okokat. Igen, hogy... lóg, mint a vizes zokni. Igen, mozdulatlan, mint a meglőtt medve. Ja, igen. Mondj meg. Lóg, mint hát a vizes igen, meg, elkezded megkeresni az ügy. És akkor mi, mire jutsz? Arra jutok, hogy a hogyha egyébként nem a feleségem feküdne mellettem, hanem a szomszéd csaj, akkor menne, akkor ezzel az infóval mit kezdesz? Áthívod gyerekek, a szomszéd lány? Az ember... Hívd nyugodtan Gizinek közben. Ő magában tudja, hogy mi a baj, csak nem mondja ki. A nő is tudja, csak maximum hazudik magának vagy a párjának, meg a férfi is tudja. Nem? Csak nem mondott ki, mert félsz attól, hogy milyen következményei lesznek. Tehát azért ezt egy pasi tudja, hogy miért nem megy. Hát de... A lelke legmélyen, vagy egy nő tudja, hogy miért nem megy. Jó, és akkor mi? Akkor ezek után fekszünk, és évente egyszer? Hát ez egy érdekes dolog. Ez egy érdekes dolog. Igen. Tehát, hogy erre megoldást kell találni nagyon-nagyon záros időn belül, mert különben ez... Hát igen, mert hogyha nem beszéltek róla, akkor ez időzített bomba. Tehát, hogy... Hát nem csak, hogy nem beszélünk róla, mert egyébként a férfi, mondom, az említett okok miatt nem fogja elmondani nekem azt, hogy egyébként már nem kívánlak. Ilyenkor szerintem föl kell kerekedni, és elmenni egy terapeutához, és megkeresni egy harmadik féllel. Na, ugye? Te is ezt mondod. Hát lehet, hogy ez dob rajta, igen. Szóval egyáltalán nem ritka. Meghallgatjuk a hallgatóink tapasztalata is, mert már nagyon sok olyan SMS jött, ahol férfiak írnak, hogy hasonló helyzetben vannak egyébként. És női hallgatóink is, akik szintén írják, hogy ebben a cipőben járnak. Nyilván nem abban, hogy vadászkéssel üldözik a férjüket, de hogy a férfi oldalról van elutasítás, hogy ilyenkor ennek mi az oka, vagy mi történik. Jövünk mindjárt az SMS-ekkel, 8:30 múlt pontosan, 6 perccel itt vagyunk a hírek után. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy ugye nem túl jól viselte a visszautasítást az 52 éves nő, aki ugye hát amikor a 25 éve szeretője visszautasította, akkor egy vadászkéssel üldözte egészen egy bevásárlóközpont kapujáig, keresztül a parkolón, a másik kezében pedig egy törött sétabot volt, egy sétapálca, és ez egy érdekes eset, mert általában ugye a kapcsolatok azért mennek szét, mert hogy a sokszor a nők nem akarják, és aztán a férfi előbb-utóbb félrelép, vagy a nőknek megy el előbb a kedve. De ritkább az, amikor egy férfi mond nemet, mégis ugye azért ilyen is van, hogy ez történik. Nagyon sok SMS jött, és nagyon sokan hívtak minket. Itt van velünk Attila. Hello Attila, jó reggelt! Attila, hello! Hello, hello, sziasztok! Szia! Hello Attila. Na, ugye ez férfi oldalról mindig érdekesebb. Igen, 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 így van, így van. Tehát írtam is nektek, hogy eleinte én is úgy gondolom, hogy ezt a nők próbálják inkább erőltetni ezt a dolgot, hogy most nincs kedvem, meg ilyenek, és én hát nem is tudom ezt hova rakni, nem is tudtam hova rakni eleinte ezt a dolgot. Várj, te mióta vagy együtt a pároddal? Mióta vagy öt éve vagyunk együtt. Hát az még nem egy olyan nagy idő pedig. Nem egy olyan nagy idő. Eleinte büntetésként úgy gondoltam, hogy majd akkor én is, mert úgy szeretem inkább, hogyha ő kezdeményez, meg mit tudom én, és volt rá precedens, hogy a kezdeményezett, mondtam, hogy fáradt vagyok, meg mit tudom én, hát ő se tudta hova rakni. És utána kitaláltam azt, hogy ha ilyen eset van, akkor meg úgy érzem, hogy tényleg fáradt vagyok, akkor mondom neki, hogy lemegyek, drágám, futok egy kicsit, kell a sport, meg mit tudom én. Följön az egyik barátomat, lemegyünk, iszunk egy sört, elbeszélgettünk, hazamegyettünk, aki jól a fáradt. Uh-huh. És ez mire vezet? Tehát ez mire vezet? Vagy ebből mi lesz, hogy egy ilyen presztízs harc van, hogyha valaki nemet mond, akkor a másik fél is nemet mond. Tehát most ezzel bünteted a párodat, nem? Hát eleinte ezzel büntettem. Igazából azt mondom nektek, hogy most már van olyan, hogy tényleg egyszer nem vagyok ráhangolódva arra, mert tényleg sokat dolgozom, fáradt vagyok, és akkor is bejátszom, de nem úgy kell ezt elképzelni, hogy mit tudom én, ezt hetente háromszor megcsinálom, de mit tudom én, ez egy hónapban egyszer, kétszer, ha ilyen van, akkor ez sajnos meg kell tennem. Nem biztos, hogy jóra vezet, igazad van, mert azért nem így kellene, hogy legyen, mert az úgy gondolom, hogy az első két évben azért nem volt ezzel probléma, mert akármikor hát ez nem volt probléma. Meg azért vannak a nő oldalon is olyanok, akik mondjuk hétfőtől vasárnapig napi ötször, ha kell, akkor rámászik az emberre, tehát szerintem mind a két félnek, mind a két oldala megvan. Akkor rámászik, az már nagy baj. Hát igen, ott már gondolkom. Most mi a helyzet? Most már együtt vagytok 5 éve, és te futsz, ő meg fekvenyobb valahol? Vagy. Ne, hát akkor együtt söröztök lent. Ne, otthon van, aztán vár engem. De igazából nem gondolom én azt, hogy olyan nagy probléma lenne az, hogyha a férfi nemet mond.
Tehát én szerintem úgy, ahogy a nőnemet mondhat, úgy a férfiemet mondhat. Nyilván itt időintervallumokról van szó, hanem amúgy is. Persze. Nem tudni, hogy ez hol vezet, hát majd kiderül, de mondom, nem olyan sűrű a dolog. Lehet, hogy probléma lesz a későbbiekben. Néztem, hogy vannak ilyen pornós dolgok, amik, hogy most mondjuk ezekben többet tudnak a nők, és akkor a férfinak azért nem kell, meg mit tudom én, de én úgy gondolom, hogy ha valaki együtt van a párjával, akkor a párja is meg tud bármit csinálni, amit mondjuk egy ilyen filmben megcsinálnak. Szerintem ez nem így van teljesen, de ez egy másik téma lenne. Jó, köszi, hogy elmondtad. Igazán is. Ciao, Attila, köszi, hello. Az én férjem egy teljes évig nem nyúlt hozzám, elváltunk. Egy hónapja van új kapcsolatom, és lassan kikészítem a pasit, be kell pótolni az elmúlt éveket. Írja nekünk egy hallgató. Janit már az is beindítja, a felesége akciósan veszi az oknit. Mivel a férfiak libidója általában nagyobb, ezért veszik jobban magukra a nők az elutasítást, és ezért kezdenek el kombinálni. Ez ilyen egyszerű. Aha, tehát, hogyha nőt elutasítanak, akkor ugye azt jobban magára veszi, igen. Nagyon sok pasinak egészségügyi problémák vannak, viszont szégyellnek orvoshoz menni, hát ez most megint egy más kérdés, igen. Sajnos van ilyen, és borzasztóan megalázó, hogy szeretnék a férjemmel összebújni, és ő nem akarja. Önmarcangolás, 9 év házasság van a hátunk mögött, kérdés lesz-e több? De az is egy érdekes sztori, hogy eljutok idáig, hogy az van, hogy közli a férfi, befordul a fal fel, és azt mondja, hogy nincs kedvem, vagy átöleli a feleségét, és azt mondja, hogy drágám. Szerintem kicsit mindegy. Szerintem nem. Szerintem átöleled, fekszel az ágyon, és azt mondod, hogy gyere ide, bújj ide hozzám, ölelkezünk össze, megcsókolod. Ez pont egy alkalom, nagyon jó. 6. alkalom átöleled, de ugyanúgy nemet mondasz, az ugyanolyan sérüléseket akar. Nem, már nyilván 6. De akkor mind változtat? Hát, tehát mi változtat a dolog? Mondjuk egy hónapig te nem fekszel le a pároddal, és egy hónap alatt te minden nap átölelted, és azt mondtad, hogy nem, az mondjuk az elsőnél nagyon jó azt, hogy de drága vagy, még át is ölelted. Hát, de azért ez elfogadható, mert hogyha azt veszük, akkor ez igaz, de lehet mondjuk háromféleképpen. Lehet úgy, hogy nem mondasz semmit, csak hátat fordítasz neki. Annál nyilván jobb. Semmi, a kérdésére nem kapta választ. Igen. Kaphat választ úgy, hogy tök nyersen azt mondod neki, ne arra, hogy most nem akarom, nincs kedvem, vagy csinálhatod úgy is, ahogy a Feri csinálja. Igen. Azért ez jobb. Csináltad, hogy a Feri csinálja otthon. Átölt és egy unikumos üveggel a kezében. Arra gondolom, saját tapasztalat. Igen, úgy fekszem le, hogy szerintem, mindig ott van az ágyban. Lélektani szempontból nincs nagy különbség. Azon kívül azt, hogy az én férjem olyan kedves, mert átölelve mondja el, hogy nem kíván. De hogy nem, mert elmondod, hogy miért nem, hogy mi a de baj. De mit mondasz, hogy mi a stresszes baj? Vagy, hogy a munkahelyen. De idő után ez hazugság. Ez egy idő után, ha te erre fogod állandóan, az egy vagyok azt mondod, hogy már nem kívánlak, valami megtörtént, tegyünk ellene, találjunk ki valamit. Aha. Érted? Tehát, hogy a beszélgetés, azt szerintem, az dob rajta valamit, hogy hát, ha eljuttok a megoldásig. Hát, ez mindenféleképpen dob, persze. Most nyilván végeredményben ugyanaz. Igen. Annyit szoktam mondani, hogy most nincs hozzá hangulatom, nincs belőle sértődés, 12 éve vagyunk együtt. Heti egy alkalomra még mindig szakítunk időt, írja nekünk Gábor. Férjem 50 éves, kb. 10 éve nem akarja, azt mondja már öreg. 50 éves, 10 éve nem akarja, azt mondja öreg. 27 éve vagyunk együtt, írja Erzsi. Hát... Ne boncolgassátok a témát, mert az az, hogy már hívogat. Amelyik férfi nem akarja, az nem férfi. Érdekes hozzáállás, igen. Rengetegen írják a pornót, hogy ami hogy? Ott van. Hogy a férfiak pornót hogy pornót néznek, ott van valami. Szerintem hosszú távon otthon... nagyon káros. A pornó? Nagyon káros hatásai vannak, szerintem igen. Mert hogy otthon nem kapod meg, és azt gondolod, hogy ugyanazt kéne az asszonnyal is csinálni, mint egy pornófilm. Már mit értesz hosszú táv alatt, mert hogy én így visszagondolom, hogy az elmúlt 30 évre. Szerintem káros, hosszú távon mindenféleképpen káros lehet a szexuális életre. Tehát, hogy nem csak az, hogy te nem várod el, nem, tehát, hogy nem az, hogy otthon az asszony nem csinálja meg ugyanazt, amit te látsz, de utána az asszony szót, megyünk az asszonnyal, hanem, hogy... Asszonypajtás! Még az is kedvesebb talán. Megyünk az asszonnyal, hogy... Anyjuk! Még az is jobban tetszik. Ja, mert abban legalább benne van, hogy a gyerekek édesanyja, az anyu. De ez az asszonnyal, ez egy ilyen kiló krumplival. De megyünk az asszonnyal, tudom, és zsákkal, akivel így menni kell. Szóval, hogy szerintem igenis káros egyébként. Nem csak az, hogy most tágítja az inger küszöböt, vagy nem, vagy te olyan dolgokat látsz mondjuk egy ilyen filmben, vagy egy ilyen típusú filmben, amit otthon nem kapsz meg. De
De egyrészt nyilván maga a függőség, és az, hogy te máshol éled ki a vágyaidat, az nyilván a libidódra előbb-utóbb azért akarva akaratlanul hatása lesz. Nyilván vannak kivételek, akik néznek naponta pornót, de mégis, mint a nyulak. Tehát, hogy én értem. Meg... De hogy szerintem hosszú távon, ha férfi pornót néz, akkor az igenis hatással van a szexuális életére. Tehát, fejlődik, persze, szerintem nem, a pornó az egyfajta elmagányosodás. Tehát az egy, az sokszor, és mindig vannak kivételek. Tudom, hogy van olyan férfi, aki nézde naponta négyszer, de az, hogyha te már arra vagy rákattamva, és ott keresel. De a függőség az mindig szélsőség. Tehát, hogy szerintem ezt a dolgot lehet szinten kezelni. Tehát, mikor... hogy folyamatosan, tehát az ember... De ha naponta nézel pornót, akkor függőség, vagy nem függőség? Szerintem még az se függőség. A napi pornó nézés, hát mi? Ha minden nap csinálsz valamit, az egy addikció már, az függőség. Hát ha te napi pornót nézel, akkor te pornófüggő vagy. Ezt mondjuk ki, mert ez így van. Szociológiai értelemben napi egy üveg sörnél már alkoholista vagy. Az igaz. Tehát ha te minden nap nézel pornót, te pornófüggő vagy. Szerintem hazugság vagy önállítás azt mondani, hogy az előbb-utóbb nincs hatással a párkapcsolatodra. Egy ideig lehet, hogy beindít. Egy ideig lehet, hogy olyan fantáziákat tesz hozzá, amivel aztán még az ágyban is jobb lesz. De hosszú távon, ha te monogám vagy, és neked van egy párod, mondjuk a feleséged, és amellett rendszeresen nézel pornót, szerintem az esetek nagy többségében előbb-utóbb észre fogod benni, hogy olyan típusú függőséged van, amiben előbb-utóbb már inkább azt nézed, már inkább ott elégülsz ki, már inkább azt keresed, már inkább nézed, hogy fölütheted a laptopot, jaj, mikor nézhetek egy kis pornót, hogy mit több hiányzik. Ahelyett, hogy az ilyen típusú vágyaidat mondjuk megélnéd azzal, akivel együtt vagy. Szerintem hát az a káros. Cél, hogy hazavidd. Tessék? Az a végcél, hogy hazavidd. De sokan szerintem nem azért nézik, hogy megvalósíthassák azt, hanem azért nézik, mert ez egyfajta pótcselekvés, azért, mert nincs valódi kielégülés az életben, és két dimenzióban kell valamit látnod, megélned, mert te a valódi húsvér életben azt már nem kapod meg, nem úgy kapod meg, nem abban a formában kapod meg, nem abban a mennyiségben kapod meg. Szerintem a függőség függetlenül attól, hogy most ez milyen irányultságú, az mindenféleképpen káros tud lenni egy kapcsolat. De ilyen alapon akkor gyakorlatilag minden. Állandóan a kezemben van a telefonom, akkor telefonfüggő vagyok, minden nap nézek sport oldalakat, akkor sportfüggő vagyok. Minden nap nézem a Bux Indexet, akkor, akkor tőzsdefüggő vagyok. Tehát, hogy na de most szerintem... arról beszéltünk, nem arról, hogy önmagában függ, mit jelent a függőség, hanem hogy egy pornónézés káros hatással van-e a párkapcsolatra. Tehát nem arról beszéltünk, hogy mi a függőség, hanem hogy sok pornót nézel, hatással van-e a kapcsolatod. Azt szerintem hogyha, nagyon. Ha szerintem hiányt nagyon. Elégítesz ki belőle, vagy ezzel, és egyértelműen ez a célod, ezért mész fel ezekre az oldalakra. De akkor, mi másért? Akkor, hát, mondjuk, de mondj még egy okot. Hát például az, hogy, új információkat, új inspirációkat. Na jó, hagyjuk a kandumát. Hagyjuk a... Milyen új információ? És nézitek a pornót, mi másért? Mondjátok meg, mi másért, hát, nem hiányzik. Hát nem inspirálnak ezek az oldalak. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy nekem bármilyen szinten is ez negatívan befolyásolta volna a magánéletemnek ezt a szegmensét. Semmilyen szinten nem befolyásolta. Semmilyen szinten. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy általában ott szokott lenni a probléma inkább, amikor nagyon magányos férfiaknak csak ez marad. Az probléma. Én határozottan kitartok amellett, hogy ez, ha ilyen típusú függőség van, azt előbb-utóbb otthon kimondatlanul érzik a felek, csak egy olyan zavar van, amit esetleg nem beszélnek meg. Mit kérdeztél, Feri, az előbb? Ha együtt nézik. Igen. Hát azt szerintem az együttnézéssel nincsen semmi probléma. Tehát ebbe bevonod a párodat, közösen szereztek élményt, és aztán azt mondjuk ti megvalósítjátok, az szerintem semmi baj nincs. Mindig arról van szó, ha te már valami olyat keresel, hogy te ebbe már nem vonod be a párodat, és ezen kirekesztés miatt a te párkapcsolatod érzi azt meg, hogy itt már valami nem stimmel. Aha. Mondjuk kevesebb együttlét van, mondjuk már másra válsz, mondjuk szeretnéd olyanba belevinni a párodat, amit láttál, és mondjuk erről nem hajlandó, akkor te a látottak alapján teszed mérlegre a saját párodat, és mondod azt, hogy ha ő ezt nem csinálja meg, akkor ő jobb vagy rosszabb. Aha. Pedig nem, csak neki más az ingerküszöbe, vagy nem akarja. Érted? Szóval, de hogy azt szerintem... is el lehet fogadni egyébként. Tehát, hogy az is lehet fogadni, csak benne a párod. Igen, csak ha te azt látod, hogy folyamatosan te mondjuk a pornó által te kielégülsz bizonyos internetes oldalokon is, ott te olyan dolgokat élsz meg, amit neked a párod nem csinál meg, az előbb-utóbb frusztrációhoz vezet, és azt gondolod, hogy a párod neked ezt nem csinálja meg, tehát ez elkezd zavarni. Ez frusztrációt okoz, és előbb-utóbb ez bajt okoz a te párkapcsolatodban, és megtalálod valaki olyannél, vagy olyannál, ahol te ezt mondjuk ki tudod élni, egy harmadik félnél, egy nőnél, egy erotikus masszázsnál, bárminél, érted? Tehát szerintem ennek nagyon sok olyan folyománya van, ami aztán utána roncsolja a párkapcsolatot, hogy egyszer-egyszer így viszont, van. Napi pornó maximális függőség szerintem, viszont, az maximális. Viszont ha a párodnál jelentkezel ezekkel az igényekkel, az jelzi azt, hogy nincsen igazából semmi gond, vagy semmi probléma, hiszen ő az, akit megtalálsz az igényeiddel.
és rajta keresztül, hogy vele az ő társaságában szeretnéd ezeket az igényeket kielégíteni. Igen, csak legyünk őszinték, hogy azért ezekben a filmekben a legtöbbször azért olyat látsz, és olyan irányba megy, amit azért nem tudom, hogy hány háziasszony tud egyébként mindenféle zokszó nélkül. Persze, aranyom, hogy ne, hát ha ezt látod a filmben, hát ez vice versa, igaz, igaz a nőre is, meg igaz a pasira is, tehát hogy azok a pasik, akik ezekben a filmekben szerepelnek, azok valljuk be őszintén szupermenek a legtöbb átlag férfihoz képest, ugyanez igaz természetesen a hölgyekre is. Hát akkor nem tudja, aki nem tudja úgy kezelni ezeket a filmeket, meg ezeket a különböző tartalmakat, hogy a valóságnak megfelelően, meg hogy igen, csak szerintem nagyon rosszul szocializálja a férfit. Tudod? Tehát arról van szó, hogy te, ami ott látsz, az tulajdonképpen nem szól másról, mint minden, amit egy nő egyébként nem keres a szexben. Tehát amit ott látsz pornóként, az egy perc alatt a lényegre térés, több férfi, egy nő, olyan fajta perverziók, tehát a nő sokszor azért nem nézi, mert neki viszont az együttlét nem erről szól. Neki miről szól? Arról szól, hogy a párja őt szeresse, kényeztesse, hosszú előjáték legyen, érzelmet kapjon az együttlétektől, minden olyat, ami neki testileg, lelkileg is kell. Egy férfi mit keres a pornóban? A maximális fizikai kielégülést. Na most, ha te ezt nézed, én nem azt mondom, mert nyilván 16 éves. Én mindig azt is, amikor a háziasszony felhívja a vízvezetékszer előtt, hogy csöpög a csapkája. Nincsenek már nagyon, ezek még a Kobi luxus filmjei, igen, amikor még fél óra beszélgetés volt, és aztán lényegre történnek. Most a könyvekben is elolvasom az előszót, a Kobi filmekben is mindig megnézem az elejét. Azért megnézed a gonzomovies.com-ot, azért nem teljesen így zajlik már hogy például, van? Hogy fél óra elbeszélgetés. Ezt én például nem ismerem, de köszönöm szépen, hogy tanulhatunk. Tudod, hogy mindig tudok újat mondani. Hogy én a pornofrik. Tehát minden olyat talál meg ebben a férfi, amit a nő egyébként nem keres. És a férfi így szocializálja magát, ha azt gondolja, akár fiatalként, akár idősebbként, hogy maga az együttlét az erről kell, hogy szóljon, akkor előbb-utóbb az eltávolít a saját párodtól. Mit csinálsz? Megnézel x darab filmet, és azt látod, hogy fél perc alatt ham, gyere cipóbe, erről szól. Hazamész, és a feleséged azt mondja, hogy figyelj, még ne. Beszélgessünk, simogassuk egymást, csókolozzunk, legyen előjáték, és a férfi effektíve, ugye akár frusztrációként is éli meg, azt mondja, hogy nem, én nem ezt keresem, én azt keresem, ami tudat alatt egyébként már rögzült a látottak alapján. A nagyon durva, nagyon gyors, fú de kemény. És itt van egy nagyon nagy nézeteltérés a nő és a férfi között, hiszen egészen mást keresnek. És nem azt mondom, hogy a nő nem szereti azt, ha durván a falnak támasztják, nem erről gondolok. Lásd Gyuli, aki ugye erre megy haza, hogy a férje kötelet rak a nyakába, és utána a gyerekeket fölzavarják fürdeni, és a konyhában történik meg. De hogy szerintem igenis káros. Vagy káros. Hát káros lehet. Mondom, hogy káros lehet. Káros mondom, bizonyos tekintetben magamra ismerek abban, amit mondasz, egy másik tekintetben abszolút nem. Csak persze. Abszolút. Na jó. Oké. Megnézzük akkor, hogy ki a játékosunk. Valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Egy-egy hallgató tuti, hogy én nem titeket hallgat, most font kérdőre a tegnapi meccs után, miért nem mentél be rögtön a hálóba? Pornót néztél? Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello, Andi! Andi, hello, honnan hívsz minket? Budapestről. Mit csinálsz? Dolgozol már? Hát most éppen úton vagyok munkával, de félreálltam az autóval, leparkoltam, hogy meg ne büntessenek vezetés közbeni telefonálásért. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Jó követő magatartás. Ezt abszolút, igen. Mit csinálsz, dolgozol? Igen, tanítok. Tanítasz? Mit tanítasz? Hát mindenféle humán tárgyak, történelem, magyar, ami éppen szükséges. Az nagyon jó. És akkor most Szabi van nektek egészen augusztus közepéig, ugye? Igen. Jó, van, hát akkor egyedül vagy, nincs aki segít, ha most ott állsz az útszélén. Hát nincsen, így van, magamra vagyok támaszkodva, és érdeklődéssel figyeltem a reggeli témát, amiről beszéltetek. Na és? Hát, hogyha női vélemény is érdekel titeket, akkor szívesen megosztom veletek, most, illetve a hallgatókat. Hát nem, utoljára itt most az erotikus, kicsit durva, mint erotikus filmekről beszélgetünk. Mi elkanyarodtunk, ez is egy érdekes téma egyébként, erről van, vagy ezt hallgattad, hogy miről beszéltünk? Igen, persze, ezt is hallgattam, meg az elejét is. Az elejével kapcsolatban szerintem az nagyon fontos, hogy mind a két félnek kell tenni azért, hogy frissen maradjon a tűz, és mondjuk... Hát ez így van nyilván, igen. Ez női és férfi oldalról egyaránt igaz, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok nő elköveti azt a hibát, hogy mondjuk nem figyel oda, és azt gondolja, hogy megszereztem már a pasit, és akkor utána nem kell semmi különösebbet még tennie azért, hogy meg is maradjon. A pornóval kapcsolatban meg nagyon érdekes saját tapasztalat, hogy én abszolút elzárkodtam eleinte
az elől, hogy én bármi ilyesmit is nézzek, de a férjem aztán így győzködött, hogy hát tippadásnak, meg arra, hogy az ember egy kicsit így szélesítse a látókörét, arra teljesen jó, és igazából így 10 év házasság után ezt tudom mondani, hogy ha ez ilyen szinten megmarad, és nincsen más egyéb hatása, akkor ez így pozitív hatással is tud lenni. Akkor ez igaz, én is ezt gondolom. Igen, csak legyünk ez a jobbik eset, hogy közösen nézik 10 év után, és aztán megvalósítják azt, amit látnak. Igen. Hát igen. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ez így maradjon mondjuk 10 év után, vagy még hosszabb idő után is, azért mind a két félnek kell tenni. Igen. Meg egyébként ne legyünk álságosak, minden egészséges férfi forgat folyamatosan fejben. Hogyne? Hát akár nézze, akár nem, ott forog a film. Persze, mindenki agyába ül egy kis Kobi. Igen. Na jó van. Mindig mást látnak. Na, igen? Hát igen. Milyenek a kérdések, Jani? Dihető? Szerintem. Jó. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Melyik világhírű popénekesnél születési helye Barbados? Rihanna? Így van. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, dedikált Egérpadért. Milyen állat a coboly? Valamilyen ragadozó állat talán. Na jó, el is fogadjuk. Jó, a ragadozó, így van. Ugye mennyit féle tulajdonképpen emlős coboly, így van. És jobban mutat rajta a bundája, mint egy hölgyön, szerintem. Igen. A harmadik kérdés dedikált óráért. Megálljunk, viszed, amit eddig megszereztél, vagy kockáztatsz? Hát most nem kockáztatnék, mert már annyira régóta szerettem volna hozzátok bekerülni, hogy egy lányos zavaromban biztosan elrontott. Tudni fogod pedig. Inkább megállná? Inkább megállok. Inkább megállná. Nem akarsz tovább menni? Nem. Jó, nem akarunk rábeszélni. Feri azt mondja, hogy tudnád. Tegnap is ezt mondta a Feri. Nem, elbukta a játékos. Igen, azt hiszem tegnap volt, hogy megállt az összes a másik után, úgyhogy inkább a tuti biztos, mint a bizonytalan. Jó, akkor odaadjuk, jó? Ha így szeretnéd, akkor legyen dedikált egérpad és nyakbalkasztó, Andi, ez neked megvan. Aztán majd holnap meghallgathatod, hogy mi lett volna a harmadik kérdés. Jó? Jó, rendben, köszönöm. Köszi a játékot, ügyes voltál. Ciao, Andi, küldjük neked. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Zenéljetek már egyet, mert kellene néhány perc magány. 9 óra múlt 3 perccel Wolf Kati dalpremier? Nálunk? Itt tényleg? Élőben? Azt a mindenit neki. Megmutatjuk Kati legújabb dalát, jó? Jövünk ezzel a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb. 18 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel, mint mindig. Trafi a Ajtusi Dürer után a Dózsa felé haladókat mérik. Ez Budapest, igen. Csopakon is van egy trafi, csak ennyi, erről nincs több. Valamint a 64-es főúton Enyink belterületén csatornázás miatt félpályás útzárva lámpás irányítás mellett, ezt Könyves Nándi küldte nekünk. Aztán, ugye Budapest mellett, eltűntem, itt vagyok, Budapest mellett az M3-ason, a 82-es kilométernél van egy trafink, és Szada vasútút és a főutca kereszteződésében mér a körzeti megbízott, ezt Béla papa az Ivekós küldte nekünk, köszönjük szépen. Sok hozzászólás még a témához, köszönjük, igen, ezt mi lezártuk most, és... majd egyszer még a függőségekkel is, a függőségek hatása a párkapcsolatra, majd ezzel még foglalkozunk, de köszönjük szépen. Picit itt a végén elkanyarodtunk, ugye nem ez volt az alapvető téma, amiről itt az utolsó 10 percben beszéltünk. Többen kérdezik, mi ez a dal? Ez Michael Jackson és Justin Timberlake közös dala. Így van. Igen. A legutóbbi Michael Jackson posztomusz albumról, amin olyan Michael Jackson számok szerepelnek, amiket egyébként még nem hallhatatok máshol. Azt hiszem, hogy Timbaland volt az, aki
remixelte ezeket a felvételeket, illetve új modernebb köntösöt húzott rá egy zeneileg. De Justin nem sokat tett hozzá ez a dalhoz azért. Nem is őszintén. Nagyon veszed észre, nem? Hogy annyira Michael Jackson hangja annyira elviszi. Igen. Hát Justin dolgot. Abban zseniális, hogy ehhez a dalhoz hozzá kellett írni. És ezt, ennek a dalnak a másik felét ezt ő írta hozzá. És ő tudott úgy hozzáírni, zeneileg, szövegileg, hogy nem veszed észre, hogy a kettő nem egyezik. Tehát azért az szerintem elég oh, yeah. Húzás. Little baby. Verzét írt hozzá, tehát hogy én még Justin szeretem, szerintem tehetséges gyerek. És a Timberlake-nek egy kitagadott unokaöccse a Timberland, vagy? Tényleg. Rokon. Távoli. Wolf Kati hazajött, gyerekek. Egy év Hongkong. Nem tartott sokáig ez a hongkongi kiruccanás. Nem bírta, nem tudta megszokni. De nagyon hűséges egyébként. Ha megy a férje, megy ő is. Ez nekem annyira tetszik, hogy ő azt mondta, hogy félreteszi az énekesnői karrierjét, és ha megy a férje, akkor ott menni kell. Nálam alattak a lakáskulcsok. Igen, igen. Menni kell. De most azt olvasom, hogy hazajött. Most a férj jött haza, és jött a Kati, vagy Kati mondta azt, hogy hát elég volt Hongkongból, köszönöm szépen, hazajött. Tudomásom szerint ő neki lett elege Hongkongból. Mert hogy nem tudta megszokni. És mondta az apának, hogy akkor vége a karriere. Sehol egy normális lángos. Mert nyilván... Gondolom, a, igen, a lángos hiányzott, igen. Az iskoláját hát jött. Uh-huh. És a férje ott maradt? És legyünk ilyen. Én csak azt olvastam, hogy a Kati. Tényleg? És a gyerekek uha. De mi lehet a háttérben? Mi van a kapcsolatukkal? De egyébként helyes, hogy ők így együtt kivonultak. Nem? Aha, ez jó. És úgy, hogy ugye a Kati azért megy a szekér. Hát az igen, ennyi szólva is. Így van, azok közé, az X-es énekesek közé tartozik, akiknek utána is ment nagyon. És nem csak addig, amíg, mit tudom én, amíg írtak róla az újságok, hanem utána is ugye jött elő megjegyezhető dalokkal, tehát nála azért lehetett mondani konkrét számcímeket, és nem pedig csak azt, hogy amikor azt a feldolgozást énekelte, akkor az azért az tök jó volt. Mert azért valljuk őszintén egy csomó ilyen X-es, meg mindenféle tehetségkutatós énekes van, akiknél semmit nem tudsz mondani. Tehát egyetlen megjegyezhető, hozzájuk köthető dal nincsen, jó esetben valami feldolgozás. Na most a Kati ennek hát az sőt, most már legtöbb ilyen egyébként. Most a halára kínoznátok, se tudnám megmondani Danics Dóra új számát egyébként. De még a dallamát se. Tessék? Van neki? Hát itt felbukkanni látszott, most nem tudom, hogy tévedésből, vagy volt benne koncepció, de hogy hallottam. Van? Akkor ezek szerint van. Hát most már azért az utóbbi évekből azért nagyon kell kapálózni, hogy fönn tudjanak maradni. Tehát szerintem ennyit nem is bír el a piac, meg egyszerűen nem születnek olyan dalok. A most vagy soha vagy az új út. Tessék, két igazi Danics sláger. A hiányossága is, hogy egyszerűen nem is tudod megjegyezni őket, mert éppen hogy csak lecsenget az egyik, már következik a másik. És újra mindig jönnek énekesek, és akkor hát nyilván itt mindenkinek van létjogosultság, elsősorban nyilván a döntősöknek, de akkor is. És akik jönnek, nem tudnak befutni már olyan karriert, mint amilyen karriert régen befutott mondjuk egy táncdalfesztiválos, vagy egy ki mit tudos énekes. Hát az elején azért voltak, tehát ugye mondjuk a Vastagék megmaradtak, az pont egy első generációs X-faktor, mint ahogy a Kati is. Aha. Egyébként. Nem? Vagy például meg a Sztárból azért vannak néhányan. Gáspár Laci. A Tóth testvérek, a Karamell, igen, a Tóth lányok. Tehát érdekes, hogy inkább régebről tudsz mondani olyanokat, akik fent maradtak. Aztán lehet, hogy van a Vecának is, meg a Murienékőnek is újabb dala, de hogy most... Mekkora koncertet tudnak ők adni, hogy hányan mennek el egy Muri Enikő koncertre, mondjuk arra kíváncsi lennék, egy Jani Csákvecára. Neki hallottam, hogy elmaradt valami, ugye? Vagy nem? Egy sportcseri. Egy aréna? Aha. Az mondjuk egy elég nagy vállalás. Tehát inkább a régebbiek tudták valahogy megvetni a lábukat, nem? Igen, ehhez kellett tehetség is, kellett szerencse is. Annyira nagy a dömping, tehát annyira sok van belőle, ugye most mind a két kereskedelmi csatorna csinál, minden évben csinál, az RTL 2-t csinál, ugye a Csillag születikkel, meg az XL. Hát a Csillag születik az önmagában azért nem egy jó, énekes de azért dolog, tehát ott általában kisfiúk, kislányok, és ott mindig a fura nyertesek. Ott kevésbé énekelnek, hát most Mészáros János, Zelg Zoltán, Péter Gábor. Igen. Nyer, de hogy soha többet semmit nem hallasz róla. Tehát egyszer megnyerte, mindenki tudott vele azonosulni, helyes történet volt, a nagybajuszú ember, aki elmegy szerencsét próbálni, aztán aki bevallottan sem akarta megnyerni egyébként, tehát hogy
Ki volt az a, ki volt az a szerepelni nagyon nem tudó, de egyben nem is akaró, ám viszonylag jó hangú, botorkáló, idősebb hölgy, aki a Megasztárban jött, csetlet botlott, mindig szörnyű ruhákat hallgatottak rá. Tudom, és a döntőben is úgy ment ki énekelni, hogy mi a fenér vagyok én itt, hagyjatok már békén, és így láttad még, kicsit hogy... Kicsit meg volt hogy írtak róla az újságok. A felvételvezető még így lökött rajta egyet, hogy menjél már énekelni, te vagy! Szímelinda. Tehát ezzel nem tudom, miért vagyok itt, nem is akarok itt lenni, hagyjatok már, menj már énekelni, hát szerződésed van, állj már ki a rohadt színpadra. Ne, nekem mindig ez volt az érzésem. Láttam, mondom, ezt most lökték be. Hát figyelj, a büfébe állt egy sonkás szendvics, nem akart énekelni, csak elkísért valakit, nagyon de fura. Belökték. Neki jó hangja volt. Igen. Nem? Meg a neve is ismert volt, legalábbis én hallottam már vidéki búcsóban a céllövöl, de mögülünk gyászt. Igazi, ilyen vagy, ne haragudj. Igen. Csak az is azt nem mondta, hogy dehogy szíjok, dehogy szíjok. Például számomra megmagyarázhatatlan volt. És lenyilatkozta, hogy ezt nem akarja. Igen, nem, de ember, nem minek mentél el? Mindig fel volt háborodva. Tehát ez a skizoid állapot számomra tudták, hogy mi volt? Emlékeztek rá? Mi volt ez a történet? Laci, te tudod. Neked tudod kell. Neked ez kell. Hogy volt ez a Szímelinda sztori? Mindig emlékszem egy esetlen, zavarba lévő nőre, aki egy elnézést felirattal a homlokán jött ki a színpadra énekel, és amellett egyébként kiváló hangja volt. Igen. Tehát, hogy jól énekelt. És hát szerintem ez lehetett benne a nagy sztori, tehát, hogy így... És valami kardigánja volt, amiről mindenki beazonosította. Kardigán, meg a füles táska. Tessék? Az ilyen füles, kötélfüles táska. Igen. Az is volt nála. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy vele kapcsolatban emlékszem, megláttam, és az volt az érzésem, hogy valószínűleg elrabolták a gyerekét, küldtek neki egy levágott fület, és az volt, hogyha elmész ebbe a műsorba és énekelsz, visszakapod a gyerekedet. És egy ilyen előttünk zajló ilyen túszdráma volt, amiről az egész ország nem tudott, és tovább jutott a Szímelindát, pedig az volt az alkú, hogy ha egy fordulót tovább jutsz, akkor visszakapod a gyerekedet. És mondta, hogy ne jussatok tovább, én már visszakaptam, nem akarok. És mindig tovább juttatták. Igen. És mindig tovább juttatták. És egy ilyen szemünk előtt zajló túszdráma zajlott a Megasztárban. Az Megasztár volt? Vagy Voice? Vagy én már nem is tudom. Szerintem Megasztár. Az meg Megasztár volt. Igen. Dénes? Aha. Igen. Nem, az a Péter Fók. Mit akar? Hát figyelj, ezek egymás után jönnek, és nem tudod megjegyezni őket. De nekem nem is kell. Tehát nekem egyébként az a véleményem, hogyha ez ennyi embert szórakoztat szombat meg vasárnap este, akkor engem már nem érdekel, hogy utána mi van velük. Engem ez a dolog addig érdekel, amíg van verseny. Ha valakinek sikerül utána kiemelkedni a tömegből, ahogy én például nagyon drukkoltam Olá Gergőnek, azt nem tehetséges volt, mondjuk abban a mezőnyben, Feri, te is kiugrottál volna még egy mankóval. A magasságon, tehát azért ott mondjuk a Stone-nal, meg az Ámbóval, tehát abban a mezőnyben Olá Gergő mondjuk tényleg egy üstökös volt, de ő magában is. Azt, tehát neki például nagyon drukkoltam. De feladat egy ilyen műsornak, hogy egyébként utána ezek az emberek tovább menjenek. Addig szórakoztat, amíg nem lesz december 12-e, és megnézem a döntőt, hogy ki nyert. Nem? Hát utána most nem mindegy. Teljesen. És úgyis jön a következő széria, akkor megint izgulhatsz. Hát meg aztán egyébként lehet, hogyha nem hallunk róluk, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekik most nem megy a szekerük, vagy nem lépegetnek fel itt ott, vagy nem csinálják, nem teszik a saját dolgukat. Azért nem, mi nem vagyunk ebben mérvadóak. Tehát Muri Enikőnek is van színházi karrierje, meg egy csomó minden. Tehát, hogy csak egyszer nem tud róla az ember. Na, ki énekelte Kati magát az M1-en? Mert az előbb még ott énekelt. Igen. Wolf Kati, hello Kati, jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Hazataláltál? Haza hozott a gép, hál' Istennek. Itthon vagyok, nagyon vidáman. De azért, mert elég volt, és egyedül a férjed marad, vagy jött a férjed is? Nem, mindenki jött, az egész család. Szép volt, jó volt, óriási kaland volt, elég volt. Igen, egy év után. Igen. Nagyon más világ. Nagyon-nagyon messze van. Meg hiányzott nagyon sok minden. És akkor te mondtad azt véglegesen, hogy jöttök haza, vagy közös megegyezés? Tehát apa még maradt volna karriert építeni, de hát ennyi. Nem, fakadt csír, vagy hazajöttünk. Közös döntés volt én szerintem akkor működik egy család, ha abban mindenki jól érzi magát, a gyerekek is, meg a felnőttek is. És hát többen nem éreztük annyira jól magunkat kint a négyből, úgyhogy végül is együtt döntöttünk így. Egyébként érdekes, mert ha elmegy az ember egy évre, talán nem is gondolhatja, hogy ez az ország tud hiányozni, nem?
persze, mert amikor benne vagy valamiben, akkor úgy olyan természetesnek minden veszed, nap érzed, igen, a rosszat is, meg a jót is, de aztán, hogyha messzire megy az ember, szerintem akkor érzi meg, hogy ami nincs ott, és ami a megszokott életednek, a mindennapjaidnak a része, ami egyébként összeteszi az egész napodat, hogy azok milyen fontosak. Pláne szerintem egy gyerekes anyukának, akinek már kialakult élete van, egyet a gyerekes családnak, tehát már megvannak a hétköznapi ritmusok, meg minden. Pedig neked, hogyha lehet ezt mondani, akkor azért könnyebbségnek ott volt az, hogy mégiscsak a... Kapcsolataim a barátokkal, a nagyszülőkkel, például nekünk tényleg napi szintű a kapcsolatunk, meg a rokonokkal, vannak olyan barátnőim. Az, hogy velük én felem meg nagyon más, mintha holdon lennél. A férjednek kellett valamiféle kompromisszumot kötni a karrierjében, azért, hogy most ti hazajöttetek? Hát az lehet, hogy én nem beszélek róla. Persze. Édesfajd. Ő mindig is úgy szerette volna, ha róla nem szól a fáma. Ő az én férjem, de ettől még nem akarja kiteregetni a dolgait. Ne, tök igazad van. Egyszerűen csak azért kérdeztem rá, mert ez is akkor elárul valamit a családról, elárul valamit, arról a nagy összetartásról, meg szeretetről, ami van nálatok. Tehát, hogy ez egy pozitív dolog. De láttam már, hogy adtál egy nagyon nagy koncertet a Velencei Nádasnak. És ugye, vagy nem, miközben megy a tévés kapcsolgatók, az M1-en a Balaton volt, vagy a Velencei tó? Pont a múltkor beszéltem arról, hogy nincs ennél hálátlanabb dolog, mint hogy az előadóknak ilyen típusú műsorba kell elmenni, és egy operatórra szemben. Miért mondod, ott volt ez a sok boldog keszeg? És egyedül állni egy parton szegénynek, és előadni egy dalt, nyilván kell a promóció, de ennél hálátlanabbat nem tudok elvezetni. Ez olyan, mintha nekem egyedül kéne műsort vezetnem. Van kellemes része, meg van olyan, amit neked sem, és az ember örül, ha hívják. Úgyhogy menni kell. Egyébként visszatérve az előző témára, amiről beszélgettetek, hogy szerintem olyan nincs olyan nagy vasszizd azt, hogy miért megy, vagy miért nem. Dolgozni kell, gyártani kell a dalokat, és nyüzsögni kell jönni menni. És az ember, ha az egyik dal nem sikerül, és nem szereti a közönség, nem megy a rádióba, akkor kell csinálni egy újat. Tehát ha folyamatosan az ember dolgozik, és megy, és föllép, és menni kell azért, ez ne legyen örök érvényű, mert például Fásos Ülikénél azért ez nem biztos. Nem, ez nem hagyját, azt szereti a közönség. Szóval azért akkor is csinálni kell, a közönség nem akarja, hát azért van, akit le tudnék róla beszélni. Szóval. Nem minden eset. Itt hol újra, és már egy dalocska, és egyből? Vagy ez még kint? Ne, ez úgy történt, hogy ezt kézzetek, hogy én írtam szöveget itt dallamot is, kint, konkrétan az óvodából hazafele mindig gyalog mentem, és akkor dudolgattam, fölvettem telefonra, és kialakult bele valami, hazaküldtem a zenészeimnek, ők összerakták, és akkor csináltam egy szöveget rá, és itthon hazaérkeztem, és másnap elmentem stúdióba, és fölénekeltem, és kész. És megvan az új dal. És a szöveget jegyzetelted le, vagy azt énekelgetted, vagy a dallam volt meg, és akkor hozzáírtad a szöveget? A dallamot szerintem minden énekes tud írni, mert ha egy kicsit improvizálsz, az már tulajdonképpen dallam élet. Hát a szöveggel többet vesztettem, mert az életem első dal szövege. De valami lett. Nagyon mélyen szántó, vagy egy ilyen kis nyári? Nem fog három hétig irodalmi körülni fölötte, hogy megfejtse, de nem is erre készült, ez egy nyári sláger. Hideg. És ázsiai körutad után nem arról énekez, hogy ki az a sok hunyorgó ember itt körülbelül. Nem is szívesen. Miért van becsukva? Mindjátok jobban a szemeteket, de ennék egy rántott húst. Édesem vagyunk, nyári sláger. Nem, nincs. Mert ugye mire gondol az ember egyébként? Egy jó rántott húsra, a magyar konyhára, igen, meg a barátaira. Nem, hogy de jó lenne, hogy tud az a rohadt magyar konyhára. Fogadjátok, hogy szereted a Wolf Katy új slágerét, az Unom a bokkot? Ugye? Hát erről tud az ember énekelni odakint. Akár itthon is írhattam volna, egyáltalán nem derül ki belőle, hogy én az elmúlt időszakot Hongkongban töltöttem. Tapasztalat szempontjából azért jó, nem? Tehát mondjuk ahol szerintem hosszú távon élni nehéz, az egyébként pont Ázsia, tehát annyira más, és tényleg teljesen más mentalitás, életvitel, minden. Tehát egyébként az... tapasztalatnak nagyon jó, meg nyaralni, kimenni, vagy megnézni. Tehát nem voltak nagyon magányosak? A kis Xiaoval, meg a kis Pinggel, meg a kis Miyanggal, amik ültek ott az iskolapadban, de azért biztos... Hát ez egy internacionális hely, tehát ja, minden van, de azért amíg a nyelvet nem tanulják meg, addig az egy kemény dió. Főleg a nagyobbiknek, ő 9 éves, neki például azért nehéz volt. Ő se ejtett könnyet, hogy hazajön. Hát nem csodálom, azért ott beadnak egy óvodából, senki nem beszéli azt a nyelvet, amint te. Hát nem találd meg a szekrényedet, mert ilyen izék vannak fölfestve. Egyébként hamarabb kezdett kínai szöveget mondani, mint angol.
Komolyan? Cipik, aha, igen. Még rájuk még ragad nagyon, szóval azért egy gyerek sokkal jobban megtalálja. Meg mi mondtuk, hogy tessék megtanulni az angolt, és akkor azt rögtön utálta, a kínait nem mondtuk, és akkor azt viszont szerette. Tipikus gyerek. Na jól van, akkor újra itthon. Igen, újra itthon, nagyon jól érzem magam. Törgök gondolom, ennek fordok. Nem csak te örülsz, hanem a menedzsered is, úgyhogy... Végre keres pénzt. végre újra csörög a telefonja. Igen, remélem a közönség is. Jól van. Kati, puszilunk téged, köszönjük nagyon szépen. Nagyon köszönöm, hogy megmutatjuk a dalodat, már nem neked nyilván ismered, hanem a tömegnek, aki hallgat minket, jó? Úgyhogy mindjárt lejátszunk. Nagyon örülök. Puszilunk, köszönjük szépen, Wolf Kati, puszi, hello. A címe nyári dal. Ez tényleg egy igazi nyári. Ugye? Újra itthon, csácsá, Hongkong. Na, meghallgatjuk mindjárt egy rövid szünet, jó? Néhány reklám, utána jövünk Wolf Kati vadonatúj dalával, és a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred. Hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. 3-4-10 van pontosan. Wolf Kati. Nyár van. Nyár van. Jó. Jó nyári. Jó nyári sláger. Jó nyári. Most mi van? Hát de tényleg. Laza. Laza. Könnyen nézd meg. Így van. Alig hallgattuk meg, és már én nem vagyok mérvadó, mert nekünk a tavasz, nyári, ősz és téli sláger a Seek and Destroy a Metallicától, de szerintem ez jó. Nézem a közlekedési híreket még, hogy mik vannak. De nincs most friss, mindent elmondtunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Foglalkoztunk a lépfene fertőzéssel. Fölhívtuk a mi kedves infektológusunkat, Dr. Szlávi Kemcs. Nagyon jól van éldegél. De mesélt nekünk erről, hogy egyáltalán mi a fene ez, ugye? Hogy egy ilyen nagyon rossz hasonlattal éljen. Vele nagyon jó beszélgetni. Nem volt tudatos. De hogy mi ez a lépfene? Nagyon kedves vele beszélgetni, mert bármiféle probléma van a világban, és lehet az bármilyen globális katasztrófa, őt nem tudja kizökkenteni, ő belőle mindig erőt lehet meríteni, hogyha körülöttek négyen állnak, és abból három fekete himlős, és éppen megy el fel, akkor, és ezért mindenkinek el kell menni egyszer. Sajnos nem mi választjuk meg, hogy hogyan, igen. De csak, hát ez van. Na. Csak hadd vizsgáljalak meg. Ennyi, csak előtte. Ha lehet, akkor egy kis kenetet hagyd vegyek a nyálkártyád. Igen, mesélt nekünk a lépfenéről, és aztán azzal foglalkoztunk, hogy egy férfi milyen hatása lehet a saját párkapcsolatára, ha visszautasítja a szexet, mert ugye 52 éves nő ugye egy késsel üldözte kedvesét, aki 25 éves volt, és nem akart vele lefeküdni. És ugye az esetek nagy többségében az ember arról hall, hogy a nők azok, akik azt mondják, hogy nem, most fáj a fejem, rosszul érzem magam, kifogásokat keresnek. De mi van akkor, amikor egy férfi nem akar a nővel lefeküdni? Julit is bevontuk a beszélgetésbe, ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Akkor közétkeztetésbe jut egy olyan hús, ami lépfenés, és állítólag az, aki átvette, az egyébként jó hiszeműen vette át, hát ő papírokat még semmit nem látott, csak azt hitte, hogy látta állatorvos egyébként azt a húst. Aha. Hát nem is hozhat forgalomba úgy nyers húst, hogy nem vizsgálta meg állatorvos, tehát állatorvosi pecséttel vehet csak húst. Több cikket lehet olvasni, egyébként azt is írják többen, több internetes portál, hogy ugye észlelték, amikor ezek az állatok megbetegedtek, majd kettőt gyorsan levágtak feketén, és a húst eladták ennek a bizonyos nemzeti étteremnek, amely egyébként egy közétkeztetési szerződés keretein belül ugye gyerekekkel is hát megetette ezt a húst. Tudod, ez megint olyan, hogy persze, ha felnőttek eszik, az se jó, de hogy ezek a szerencsétlen gyerekek, hál' Isten tényleg nem történt komoly baj. De hát ez most hogy adhatja ezt oda egy olyan cégnek, aki aztán nem tudom, majd közétkeztetésbe teszi? Mondom, az van mögötte, hogy egy ilyen marha, nem tudom, mennyi lehet most egy marhát megvenni, de hogy az neki kiesik, ha azt mondja az állatorvos, hogy akkor ez kényszervágás, de úgy, hogy ugye el kell pusztítani az állatot, de nem értékesítheted. Ha van öt ilyenje, mondom, nem tudom még egyszer, de 500 ezer mondjuk egy ilyen marha, akkor az 2,5 millió forint kiesés. Tehát a csávó azt mondta, hogy nem hívok állatorvost, gyorsan levágom, majd megfőzik, és nem lesz baj belőle. Itt az első hiba, a másik, aki megvette, az meg megvenném 1000 jócél húst a piacon, de 1000ért fogom megvenni ettől a csávótól, milyen jó olcsón adja. Nincs róla papír, nem érdekes. De mindig kész papírt, vagy nálad hogy van? Ott a kis hentesed? Hát én viszek állatorvost. Te viszed az állatot, és úgy vágják le. Ferikém, már megint ide osztod a lelpihacra ezt a marhát, hát nem érted, hogy délig nem tudom neked kicsontozni. Dr. Szlávik János itt van velünk. Hello, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Hello. Na, mit szóltál ehhez az esethez? Ugye háromféleképpen kapod el.
állatfeldolgozó vagy, tehát állatokkal dolgozol, ha fehér borítékot kapsz, vagy ha valaki feketén vág húst, és véletlenül belekeveredsz a történetbe. Tehát ez egy állatgyógyászati probléma. Magyarországon minden évben, hát olyan 5-10 esetben állatokkal, és egyetlen egy vagy két esetben emberekkel kerül kapcsolatba az antrax. Ez van most, ez egy kriminális történet, felhívja a figyelmet arra, hogy sokkal jobban kell figyelni az állategészségügyre. Nem kell az embereknek az antraxsal összekeveredni. Egyébként egy nagy tipe a lábát, mert a második világháborúban antraxsal kísérleteztek rajta. A második világháborúban, na ennyit a veszélyességéről. És azóta ott üldögélnek ezek a kis azóta nem ember, így van. És azóta ezek a kórokozók bármikor kiszabadulhatnak, és ebből a spóra állapotból aktiválódhatnak, ha valaki oda betenni a lábát is. Ez mit jelent, hogy spóra állapot, hogy üldögél egy ágon és várja, hogy jöjjek? És így van, bent van a földben. Bent van a földben. Évtizedeken keresztül ebben a nyugvó, alvó állapotban van. Hogyha mondjuk egy szarvasmarha arra megy, és lelegeli, akkor utána aktiválódik. Most ennek például a főzéstől el kellene pusztulnia, vagy ez egy nagyon erős túlélő faktorra rendelkező kis kórokozó? Ez könnyen elpusztul. Kik lettek betegek azok, akik érintkeztek a hússal? Így van, ez az utolsó eset, aki gyöngyösen volt, ő egy állatfeldolgozó volt, és megérintette ezt a bizonyos beteg állatot, és a kezén volt egy seb, és így bejutott a szervezetébe. Egyébként ez a tipikus. Milyen egy nő, amikor akarja, és a férfi nem akarja? Ideges? Kész, megszólal, azt most között mesélek. Igen. Fekszel ott a kis emeletes ágyat tetején, a kis jéger alsóban, és nagyon-nagyon mérgesen járkálok a lakásban. Milyen, mert egy nő, amikor nem akarja, nyugös, frusztrált, durci, elfordul, másra fogja, fáj a feje, ugye hát vannak ezek tényleg ezek. És ez így lesz tervezed még egy pár évig. Hagyjuk már, ezt nem fogadom el. Szerintem a nő azért kezd el rosszul lenni tőle, mert azt gondolja, hogy külsőleg változott már meg. Tehát, hogy a férfi nem tartja őt izgatónak. De ugyanakkor, ha egy nő mondja, hogy nem, azt a férfi fogadja el? Szerintem az könnyebben, könnyebben fogadod el. Gyuri, hogy van ez nálatok? Hello. Nálunk ilyesmi nincsen. Megint a szerb hős, mi? A szerb hős nálunk mindig tetrekész, de egyébként, hogy ez mennyire gyakori vagy nem gyakori, és azt mondtad, hogy ez nem gyakori, hát nekem csak a közvetlen környezetemben két házasság ment gajra emiatt. Mert a férfi nem akarta? Mert, hogy a és mind a kettő miattad? Mert a férfi egy idő után egyszer csak azt észre a csaj, hogy befordul a fal felé, és... tehát, hogy egy nő is tud. És az a baj, hogyha egy férfi befordul a fal felé, azzal már nem tudsz mit kezdeni. Ha nő fordul be, akkor azért még van lehetőség. De szerintem, mint nő, kíváncsi vagyok, hogy elfogadható ez, ha egy pasi nemet mond? Hát alkalmanként igen. Igen? Hát persze, hát figyelj, ő is lehet fáradt, neki is lehet mindenféle gondja, meg lehet nyűgös, de hosszú távon ez nem. Egy barátnőm mesélte, hogy ő konkrétan attól félt, hogy esetleg lehet, hogy az a baj a férjének, hogy ő büdös. Tehát, hogy ilyen dolgai vannak, voltak már. Tehát idő után teljesen elszállt. Mert hogy a férje nem akarta hosszú távon keresztül. Egy idő után nem nyúlt hozzá. Aha. Hát itt mind a kettőjük felelősségén érdemes elgondolkodni. Hát, hogy megtettek-e mindent azért, hogy ez a dolog ne hűljön ki, kísérletezgettek-e, próbáltak keresni új impulzusokat, vagy pedig csak egyszerűen hagyták, hogy elmenjen a vonat. De nem hallottam még ilyen történetet, hogy azért ment tönkre egy kapcsolat, mert a férfi nem akarta. Hát, tehát, hogy én ilyet nekem egyik barátom sem esett senki. Tehát, hogy ez számomra nagyon érdekes. Pasik eleve úgy vannak kódolva, hogy ők mindig mindenről mindig a szexüt eszük be. És ezért nem mesél mondott, érted? Ezt egy férfi nem mondja, hiszen akkor pont ezt cáfolod meg, hogy te vagy a hímálat. Sehogy nem tudsz úgy fogalmazni, hogy egy nő ne omoljon. De akkor elébe kell menni a dolognak. Tehát, hogyha a nő meg kell vonni egy harmadikat. Nem, ilyen például lesz. Legyél nyugodtan konstruktív. Vagy egy fajokat. Irány a swinger klub. De tényleg, tehát, hogyha mondjuk a férfi nem mondja, akkor a nő, és a nő látja rajta, látja a távolságtartást, érzi, hogy egy picit elhanyagolja, akkor neki elébe kell menni ennek a dolognak. Rá kell kérdeznie, min változtassak, miben vagyok kevesebb, miben vagyok, miben érzem, hogy ilyen gondolás, van. Csak ezt a férfiak nem mondják meg az őszinte hogy választ. Ne, tere, azért utána, mondom, hogy ez tökéletesen működik. Olvasni kell tudni például, mit tudom én, a számítógépen lévő előzményekből. Igen, a Bondage, a MILF és a BDSM.
kategória. Jó. Igen, és egy bilincset kell venni a feleségednek. És... Google Translate, beírom, és akkor már tudod is, igen, hogy mire van szükség a férjem. M-I-L-F, én férjem egy teljes évig nem nyúlt hozzám, elváltunk. Egy hónapja van új kapcsolatom, és lassan kikészítem a pasit, be kell pótolni az elmúlt éveket. Írja nekünk egy hallgató. Janit már az is beindítja, a felesége akciósan veszi az oknit. Mivel a férfiak libidója általában nagyobb, ezért veszik jobban magukra a nők az elutasítást, és ezért kezdenek el kombinálni. Ez ilyen egyszerű. Ne boncolgassátok a témát, mert az, hogy már hívogat. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 5 perc, pontosan 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Mi újság? Pont lemaradtam a Wolf Kati dalról, mert olyan. Mondanom, hogy a hallgatók döntenek arról, hogy milyen dal megy, és a teszt. Ja, tényleg. Nem a Jenő. De most nem mondok akkor véleményt róla? Tetszette vagy sem? Nekem nem kell ezt nagyon véleményezni. Ja, szerintem a hallgatóknak kell tetszeni. Szerintem nem egy túl erős dal, de... Az a lényeg, hogy a hallgatók szeressék. A Ferinek tetszett. Így van. Egy könnyű nyári sláger. Én a hallgatók vagyok, az én véleményem nem számít semmit. Én meg a Aváncsival sem tudok mit kezdeni, meg ezzel a jó Aváncsi. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Jó? Tárcsázzunk, ha mondja, hogy Morning Show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Igen, a rotáció, igen, összekevertem a szavakat, tesztet akartam mondani. Jaj, a térdemek. Morning Show. Az bizony. Jó reggel. Jó reggel. Nem írtad alá, hello. Hello, szia, nem, bocs. Vezetés közben. Jó, nem baj, csak a neved miatt kérdezem, hogy hogy. Jó, Sándor. Hello, Sanyi. Na, nézted tegnap a meccset? Azért írtad? Ha, bizony, alig föltekint. Nincs az alatt, aztán olyan álmos vagyok. 3 órát aludtam. Hát igen, későn értél. Brazil drukker vagy? Szomorú volt? Vagy német drukker és öröm? Nem vagyok brazil drukker. Sajnos azok már kiestek, akiknek szurkoltam. Kinek szurkoltál? Hát Itália. Oh, igen, hát egy viszonylag hamar. Én igen. Ő a member van, utána jönnek a németek. Na, ebbe helyes volt az SMS, amit írtál, ugye azért engedtek a németek egy gólt a braziloknak, hogy egy hétre mehessenek nyaralni. Így van, ez is rendben. Igen. És ott helyileg hol hallgatsz minket? Most éppen Balatonfüreden vagyok. Na. Mi meg pénteken leszünk ott. Jászberényi vagyok. Pénteken is itt leszek valószínűleg. Nagyon jó. Hát gyere az Anagur Alpa Parkba, és ott lesz velünk Vézolika. Így. Csak hogy valami nagyon komolyat. És Vézolika. Ennél vízi bicikli. Nem találkozom. Vízi bicikli, delfines csúszdás. Jön hozzánk fellépni. Vézolikánál olaszabb nincsen. Bizony? Igen. Igen. Mi az? Tűnő ezresek? Vagy mi? Tálcámon keszeg? Tűnő ezresek. Nagyon jó. Oké, Sanyi, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszöntöm. Ciao, hello. Csabi, kámi újság. Hát ezt kieverni kell egy hét azért. De a legjobb az volt, hogy véget ért a meccs, és aztán jött az M1-en az Élet megy tovább című brazil sorozat, egy következő része. Így van. Komolyan? Az Élet megy tovább. De jó. Így van, és a sportriporter mondta is, hogy igen. Egyébként, kis vigasz díjként, azoknak szeret a brazil. Az Élet megy tovább, éjjel egykor, de megyen. Az kemény. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Remek zenék? Remek zenék játékkal. Ugye a Forma 1-es játék folytatódik. Minden órában lehet 3 napra szóló páros belépőt nyerni a Forma 1-re. És a Clean Banditet hozom, ezt nagyon-nagyon bejött az embereknek. Gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősebbek, mindenki dúdolja. Clean Bandit. Így van. Ilyen nagyon-nagyon komoly zenészek is szerepelnek. Pont dúdoltad, és kérdeztem, hogy mi ez? Mondtad, hogy Clean Bandit. Komoly zenét keverik az elektronikus zenével, illetőleg komoly zenében használt hangszereket is felhasznált. Élőben zenélnek, Red Obi ez a dal címe. Jó a Clean Bandit, mi is használjuk ablakra, konyhakőre, az ecetereivel. Rád számítottam, Jani. 2 perc, pontosan 10 óra, 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.